lehet, hogy csak fél füllel, vagy negyed füllel tud odafülelni, de nagyon szépen köszönöm ezt a elővezetést, és remélem, hogy itt vannak a szegedi barátaim. Igen, meg új szegedi barátokat is találtam. Igazából március 15-e, ugye jól tudjuk, a modern magyar ország megszületése, hogy Jókai Mór is fogalmazott az első szívdobbanása ennek a modern Magyarországnak. Az a pillanat volt, amikor ugye Landerer Heckenász nyomda előtt Jókai látta, hogy az 5000 ember 10000 kezébe 5000 ernyő van, és nem akarta, hogy kiszúrják egymás szemét, és akkor meg is kérte a tömeget, hogy drága honfitársaim, polgártársak, ha holnap itt golyók röpülnének, ugye nem menekülnénk el. Tehát nem, egy behangzó nem volt a válasz, és akkor meg is kérte a tömeget, hogy akkor most csukjuk be az ernyőnket. És ahogy egyszerre bekattintották az ernyőt, az volt az első szívdobbanása március 15-i születésnapja gyakorlatilag modern Magyarországnak. De hát nem akarok történelmi előadást tartani, bár nagyon szívesen tenném. Egy szép hazafias verssel kezdeném, egy kis összeállítással készültem. Saját versem. Négy betű. A haza. Csak egy szó, melyet ha kimondok, enyém lesz rétje, fája legelője, Duna Tisza kékje, hegyének levegője. Négy betű, mely szeretni kötelez, és nem csupán kérdezni, hogy mit áld érte az ég, hanem tenni, tenni még. Négy betű a világ, ennyi vagyok én, és te is csak ennyi lehetsz, mert annyit érsz, ahogy élsz. Annyit ér a mosoly, a könnyezés, annyit ér a munka, amit teszel, annyit ér az egész életed. Annyit, amennyit érdemelsz. Ó, megtettél-e mindent? Kérdezem. Akik tegnap meghaltak, azok ma bennünk élnek. Örökre dobogják a négy betűt. Szeresd. Szeresd rendületlenül. Minden napnak megvan a varázsa, és a kihívása is, hogy ne csak a saját magunkért, a saját családunkért, hanem bizony ezért a gyönyörű véráztatta Magyarországért is hozunk valamilyen áldozatot, ezért is vagyunk itt. És ha így teszünk, akkor az életünk végén bízvást mondhatjuk, hogy ez egy jó mulatság, férfi munka volt, már csak azért is, mert a Jóisten is mindig az igazak pártján van, és ha még a hamisak látszatra többen is vannak, a túlsúly, az igazság túlsúlya a Jóisten szeretetével az igazak pártján van. Mindig ezt mondom akkor is, amikor sokan fájdalommal gondolnak arra, hogy hát mennyivel jobban is élhetnénk itt Magyarországon, vagy milyen jó lenne, ha visszaadnánk a területeket, amit elvettek tőlünk. Ugye visszaszerezhetjük, visszaszerethetjük, és a Jóistenbe kell bíznunk, és megcselekedni, amit megtudunk. Az aradi vértanúk, ugye a 13 aradi vértanút megnézzük, egyébként 17-en voltak, csak nem tanítják, tehát több vértanú is volt. Bizony 3-4 magyar halkat közöttük. Ugye Damjan is például csak káromkodni tudott magyarul, de mégis jól cselekedett, igazi férfi munkát tett a magyarságért. És bizony, ha belenézünk, vagy körbenézünk, közöttünk is nagyon-nagyon kevés az árja magyar. Hát ilyen a történelem ugye a Kárpát-medencében. És egy olyan verssel készültem még, másodfülek talán már hallották, Sajó Sándornak az Akácfa című verse, ami jól összehasonlítja a fákat az emberi nemzetséggel. Magyar népem kedves akácfája, álmodozva heverekén alája, gyökere, földhöz való hűség, virága, büszke gyönyörűség. Tisza táján, hogyha jövevény is, szívre, szemre a miénk ő mégis. Magyar érték szívós törzse ága, mézet termő, illatos virága. Mély gyökérrel a mi földünkben nőve, magyar lélek áradoz belőle. Magyar népem, kedves akácfája, hogy ne néznék én szeretettel rája. Én magam is, az én nemzetségem, jövevényfa lehetett itt régen. Ami rég volt, nem is igaz már az.
szívem, lelkem, régen magyar már az. Jó akácfám virulj, csak virágoz, más ég alá sose kívánkozz. Boldog másod úgyse lennél többé, magyar fa vagy, s az is lész mindörökké. És lassan a vége felé közeledik a kis verses megemlékezésem, ha lehet ezt mondani. Sajó Sándor is egyébként Héringer Sándor volt, tehát sváb eredetű, mint ahogy akár Herceg Ferenc is, ugye a 9 éves koráig nem tudott magyarul, és aztán milyen csodálatos regényeket írt. Tehát nem csak magyar rá lehet születni, hanem magyar rá lehet válni is, vagy magyarnak lehet válni. Valahogy ugye Sajó Sándor nagyon jó megfogalmazta, ezt most nem mondom el, hogy bölcsen kell szeretni, hűséggel és férfi tettel a hazát. Ez a legfontosabb, hogy tettek is kellenek. És ahogy a március ifjak is tettek, mindenki a maga képességének megfelelően, például Sükei Károly ugye dadogott, ő nem nagyon tudott beszélni, de viszont gyönyörűen leírta a 12 pontot, és kitűzte az Úri utcába, ma Petőfi Sándor utcába, hogy szépen lássák az emberek, hogy mi az a 12 pont. Tehát mindenkinek a maga megfelelő tudásával kell számot adnia, és egy Sajó Sándor idézettel szeretném akkor bezárni a mai kis verses megemlékezésemet. Magyarnak lenni, ezt a legtöbben ismerjük, ennek a végső, utolsó verszakát szeretném. Túl minden bún és minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem, nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy, szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködő, ha szenvedő, ha sírva, de viselni sorsunk, ahogy meg van írva. Lelkünkbe szívva magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva ősök honszerelmét. Féltünk borulni minden magyar ögre, s hozzátapadni örökkön, örökre. Így van, olvassátok csak Sajó Sándort is, és Sértő Kálmánt is, mely legközelebb egy Sértő Kálmán verset fogok mondani. Ugye Sértő Kálmán a Trianont is olyan jó megfogalmazta, hogy megenném én a harctéri komisz kenyerem, csak ne legyen már a hazám kisebb, mint a tenyerem. Na, akkor vissza is adom a szót. Köszönöm. Mindig elcsodálkozom, hogy hol fejlel a Zsoltnak a fejébe ez a sok vers, úgyhogy mindent tudja ki belőle. Csak egy kis kiegészítős, nem véletlenül magyaroknál mindig ugyan, hogy gens hungarorum, natus hungarorum, tehát genetikailag született magyar, és magyarrá vált. Tehát tele van a történelmünk Zrínyi Petőfi, aki nem magyarként született, de magyarrá vált. De Henkei antropológusnak is mindig eszembe a gondolatai, aki több mint 35 ezer embert megvizsgált a Kárpát-medencébe, és kiderítette, hogy ha bejönnek a németek, svábok, bárki, a szlávok, bármi, akik jönnek be Magyarországra, akkor mind azért jöttek be, mert kötődnek a Kárpát-medencéhez. Tehát antropológiai vizsgálva a szlovákság 70%-a színmagyar. A svábságnak, akik bejöttek, stb. Tehát hiába hívják ők lengyelnek, svábnak, bárminek, antropológiailag, tehát ide tartoznak a Kárpát-medencéhez, innen mentek ki, ide jönnek vissza, és ezért nem kell megijedni, ha elfogy a számunk, ha a gens hungarorum eltűnik is, a natus hungarorum még az mindig bejön és mindig fogja tovább vinni a kultúrát. Köszönöm. Akkor átadnám. Szeretettel köszöntük mindenkit az egészségügyi szekcióban, ahol egy-két dolgot kiemeltünk, amit szeretnénk megtárgyalni, ami fontos lenne és hasznos lenne nekünk. Először Tamasi József kezdené az egészségügy múltja, jelen, jövőre egy áttekintéssel. Utána én következnék, Daróczi Zoltán, Kis Eszter, és akkor Marian Grimmenstein, Balázs és Tamasi László. Jó.
a kis Eszter, az nem tudom, hogy mikor éri, de lehet, hogy majd a beszélgetés közben, akkor majd ő vele megszakítjuk. Jó. Na akkor hozzá is fogunk. Tehát az egészségügy múltja. Nem megyünk vissza évszázadokat, hanem igazából a Covid-járványnak nevezett dolog, cirkusz előtti időről van szó, ezt tekinthetjük múltnak, meg a mai helyzetet, és utána pedig szót kell ejteni arról, hogy miként kellene az egészségügynek kinéznie. Tehát ugye azt látjuk, hogy a gyógyszeripar és az egészségügyi világszervezet az észrevétlenül az elmúlt évtizedek során átvette az irányítást az egész egészségügy felett. És ez annyira észrevétlenül tette, hogy láthatjátok, hogy ugye a Covid-nak nevezett áljárvány alatt az orvosok döntő többsége, mondhatnám, hogy talán 99%-a, az valamilyen módon asszisztálta ezt a nagy hazugságot, és részt vett a népirtásban, illetve az emberek megbetegítésében, annak ellenére, hogy orvosi esküje kötelezné, hogy csak a jót tegye az emberekkel. És ugye ennek sok összetevője van, hogy hogyan tudták ezt elérni. Én úgy látom, hogy vannak megbízott áruló jogászok a jogalkotásban minden oldalon, pártok oldalán, és valahol belecsempészték, valahol úgy fejlesztették a jogi hátteret, hogy az legyen a standard, amit a gyógyszer gyártítál. Az egészségügyi világszervezet pedig a szemünk előtt próbálja ugye még szorosabbra fogni az ő behatását az egészségügyi ellátásra, az egyes államok egészségügyi ellátására, és most próbálja ugye átalakítani úgy a vele kötött szerződéseket, hogy már ne csak tanácsadó legyen, hanem ő legyen a diktáló szerv, tehát ő mondhassa meg azt, hogy mikor van járvány, mit kell tenni, és mi a szankció. De hát az orvosképzésbe is belerakták, ugye, az orvosokat úgy engedik már ki az egyetemről, hogy már föl sem merül benne, hogy másként is lehet gondolkodni vagy viselkedni, mint annak a semmi hivatkozási alappal nem rendelkező háttér irányításnak a értelmében, amit ránk kényszerítenek. Aztán a tudományos életet is teljesen meghamisították, hiszen az a tudomány, amelyik csak a gyógyszer lobbinak az evidenciáiból indul ki, és minden más lesöpör, az empíriát teljesen lesöpri, az évszázados hagyományokat, szokásjogot és az orvosok bevált praktikáit, azokat teljesen lesöpri. És hát maga a tudomány, tehát a tudomány maga az nem lenne rossz, az egy jó dolog, az egy kritériumrendszer, aminek mentén egy orvos tudna megbízhatóan gondolkodni. Tudna szelektálni a sok sallang között, de akkor, amikor maga a tudomány diktál hamisat, akkor nyilván ez a mércerendszer elveszik. Az orvos szakmai testületek. Ugye közismert, hogy a legtöbb orvos szakmai egyesületnek mindenféle gyógyszergyári finanszírozása van. És hogy és miként, melyik mire kapja a finanszírozást, aminek révén aztán metodikai leveleket, programokat adnak ki, konferenciákat szerveznek, ahol kifejezetten csak a gyógyszergyári érdekek érvényesülnek.
ezt így nem tudjuk átlátni, de minden esetre az orvos szakmai testületek is teljesen beálltak ugye ebbe az áruló hazug kampányba. És hát persze a járványpolitika, az meg ugye, ahogyan a Lurdi házas eseményen hallhattuk több előadótól is, hogy körülbelül 230 évvel ezelőtt tévesztették az irányt a védőoltásokkal, vagy a védőoltásoknak nevezett valamivel, és ideje lenne ebből kibújni. Tehát maga a járványpolitika is az idejét múlt dolgok közé tartozik. Ugye a következmény az lett, hogy kialakították ennek alapján azt a protokollt, a COVID-19 álljárvány protokollját, aminek révén osztályokat zártak be, embereket, akik valamilyen osztályra be kellett volna jussonak, gyógyszerfeliratás, esedékes vizsgálat, további kezelések miatt, azok esetleg ezt nem tudták megtenni, mert úgy intézték a dolgokat, hogy ne tudjanak bejutni, csak a Covid létezett. És hát ugye ismerjük a protokollnak a hamisságait, hogy kísérleti mérgező gyógyszert adtak a Covid-dal beszállítottak, és eleve ugye, hogy választották ki, hát ez a tesztjárvány dolog volt, a PCR tesztekkel juttatták be oda az embereket, mert azt mondták, hogy fertőzött, semmi nem bizonyítja, a teszt az nem alkalmas arra, hogy bizonyítsa, csalásra alkalmas a teszt, és miután bejutottak, akkor ilyen kísérleti gyógyszereket kaptak, amelyek mérgezőek, halálozást növelik, szövődményeket alakítanak ki, és nem engedték azokat a hatékony gyógyszereket, ugye tüdőgyulladás volt a leggyakoribb szövődmény, az ellen antibiotikumokat kellett volna fölírni, azt nem engedték. Viszont elkezdték mérni az oxigén szaturációt, amit soha azelőtt ilyen tömegben nem végeztünk, intenzív osztályokon igen. Oxigén szaturáció, és akkor ott kialakítottak ilyen határértékeket, és akkor rátették a lélegeztetőgépre, ami meg közismerten a kivégző eszköze volt a Covid-nak nevezett betegeknek. Tehát ez a protokoll, ez mindenképpen az emberek kárára működött, az emberek kivégzésére szolgált, és ez teljes egészében megbukott. És akkor jött ugye az oltás, ami az egyetlen megoldásként lett feltüntetve, az oltás mindent megold. Hát mindent megoldott, igen, mérgezett, semmilyen immunvédekezést nem tudott kialakítani, és lehetetlenné teszi, hogy későbbiekben ezekkel a betegségekkel szemben az ember védekezni tudjon, tehát az immun működést blokkolja, hosszú távon károsítja az embernek az ellenálló képességét. Olyan átszervezések történtek ugye a kórházban, amely magában merénylet az emberek ellen. És ugye a tömegpropaganda, a mainstream média minden egyes eleme az csak is a hazugságot kürtölte egyöntetűen, semmilyen lehetőséget nem adtak arra, hogy az ellenvélemény megszólaljon. És ami a leginkább felháborító, hogy teltek a hónapok, majd eltelt ugye már 3 évnél több az indulás óta, és nincsen független, reális kiértékelése ennek a járvány időszaknak. Tehát nem tudni, hogy melyik intézkedéssel mit váltottak ki, mit értek el, és semmilyen okulás nincs belőle. Tehát ha a hónap után Tedros kijelenti, hogy kiütött a X betegség járvány, akkor azon nyomban ugyanazokat a hamis, hazug intézkedéseket akarják majd bevezetni minden országban. Tehát ez egy eszméletlenül fölháborító dolog, nyilvánvaló árulás, tehát nyilvánvalóan benne van az egészségügy. Aztán ennek kapcsán ugye lelepleződött a teljes oltásbiznisz, beleértve a gyerekkori oltásokat is, a teljes gyógyszeripar,
az egész tudományos evidencia baság, ahogy Guzeo doktor szokta mondani, medicina, tehát ez az egész ez arra van kitalálva, hogy a gyógyszeripart menedzselje, mert ennek csak azt tud megfelelni, és csak azért van, hogy a gyógyszertermékeket tudják eladni a piacon. És persze van egy másik dolog, az a szemlélet, ahogyan használják, a paradigma, a gyógyszereket, erről is fogok mindjárt beszélni, de a kettő nagyon szorosan összefügg egymással, a paradigma és a gyógyszereknek a hamis propagálása. Milyen következményei lettek, az orvostársadalom tagjai terelhető birkákká váltak, etikátlan és bugyuta működés alakult ki. Tehát ugye rengeteg példát tudnék sorolni a betegeink között, akik megszégyenültek, elzavarták őket, állandóan követelte a háziorvos, hogy miért nem oltatja már be magát. A háziorvos maga beoltotta a saját 4 gyerekét, azok közül megbetegedtek, és még mindig, még ezek után se fogja fel, hogy milyen rémtetteket hajtott végre. Tehát egy birka nyájjá változott az orvostársadalom, etikátlan bugyuta működéssel. Egységes gyógyszeripar által irányított protokollok jöttek létre, és ez olyan szintű, hogy már az egészségügyi miniszter se kell, hanem a Berlin miniszter is képes terelni ezt a birka nyájat, akiket a gondolkodásoktól teljesen megfosztottak. Mi hiányzik ugye a mai jelen orvoslásból? A megfelelő paradigma. Tehát az nem paradigma, hogy az evidencia baset alapján a gyógyszer az egyetlen megoldás minden egyes panaszra, problémára. A távol-keleti orvoslás, a magyar népi orvoslás és minden, ami az egyetemes orvosláshoz hozzátartozik, rengeteg más bölcsességet ismert, semmint csak ilyen kémiailag előállított gyógyszereknek a hatását. Ugye létezik olyan is, hogy életmódorvoslás. Itt a káros szokások, a mozgás hiány, az életszemlélet, a táplálkozási hibák, salaktalanítás hiánya, ezeket kellene ugye visszavezetni, mert ezek sokkal több problémát meg tudnak oldani, mint bármilyen gyógyszer, amit a mai háziorvos például fölír. A dietétika, amelybe beletartozik a lébőgykúra, beletartozik a növényi étrend, a bioétrend, különböző intoleráns növényi anyagok, állati termékeknek a mellőzése. Tehát ez a fajta dietetika, és nem az, hogy mondjuk a cukorbetegnek hány gram szénhidrátot kell bevinni, amitől nem gyógyul, mert az összes többi anyag, amit bevisz ezzel a szénhidrát tartalommal, az mind csak árt a cukorbetegségének. Tehát az a dietetika, ami tényleg meg tudja oldani a betegséget, és tartósan javítani tud a helyzeten. Aztán a gyógynövények, a természetes szerek, ugye látjuk Medvecki Zoli szedett gyógynövényeket a környéken, rengeteg gyógynövény talál. Természetes szerek, mint például baktériumok, probiotikumok, különböző ásványi anyagok, állati termékek, méhészeti szerek, és így tovább. És vannak injekciós természetes anyagok is, amivel nagyobb hatás, gyorsabb hatást lehet elérni, de semmi módon nem károsítja a szervezetet. Aztán hiányoznak az egyszerű fizikális eljárások, például izzasztás, vízkúrák, a manuálterápia, ami ugye gerinc betegségeket gyógyszer nélkül nagyon szépen tud helyreállítani, masszázsmódszerek, beöntések, ez a kolonhidroterápia, ha már a hűvajosoknak kitalálták és elterjedhetett a világban az emberek között is, akkor azt is lehetne használni, ugye? És hát nagyon sok pszichológiai módszer, ezek teljesen hiányoznak a mai orvoslásnak a repertoárjából. Egy-egy orvos véletlenszerűen valamit esetleg ebből használ, de úgy alapvetően ezek nincsenek benne.
És hát kialakult egy bizalmi válság a Covid áljárvány kapcsán. Már nincs megfelelő ellátás megtévesztett egészségügyben. Ugye az a baj, hogy rájöttünk, én magam is, rájöttünk, hogy nem csak ebben csalnak, hanem minden másban is. Tehát már nem tudjuk, hogy a tablettában is mi van, nem tudjuk, hogy az a terápia, amit éppen javasol az illető orvos, azt most milyen alapon gondolja, amikor nem ért ahhoz, hogy hogy lehet az immunrendszert erősíteni. Amikor nem ismeri fel azt, hogy mérgező injekciót, anélkül, hogy megadnák az összetételt, annélkül javasol, meg bead. Tehát ez a bizalmi válság létrejött. Még nincs megfelelő ellátás a független egészségügyben, tehát, hogy már nincs, és még nincs. Hát átalakulni nem alakult át, a régi azt mondhatjuk, hogy nem jó, az új pedig még nincs kialakulva. Nincs megfelelő egészségügyi tudás a lakosságban, hiszen a lakosság nagyban ki tudja kényszeríteni a jó dolgokat. Paradigma változás kellene, alapítva például a magyarság ősi orvoslására, amikor is rengeteg természetes anyagot használtak, gyógynövényeket, alkalmazták a hangot, különböző hanghatásokat, az izzasztást, az imát, a köpölyözést, és hát ugye Őri Ajándok annak idején kutatta ezt a témát, hogy a magyarság leleteiben ott voltak az akupunktúrás tűk. Tehát lehetne ugye ezeket a dolgokat föleleveníteni, előszedni, rengeteg mindent el lehet ezekkel érni. Ősi ajurvédikus, tibeti, kínai, japán, indián gyógyászati megfontolások, ugye ezek teljesen hiányoznak, ezekhez érdemes visszatérni, hiszen nagyon sok mindent meg lehet vele oldani, ugyancsak. Az európai természetgyógyászat, ugye olyanok, mint a német vízkúra képviselői, ismerjük a Priznicet, a Kneipet, és több más, ugye, Hahn vízgyógyászatát, de ugye a Mária Trében és a többi kolostor pap és szerzetesnek a gyógynövénygyógyászatát is, tehát ezekhez kell visszanyúlni, mert onnan jönnek azok a bölcsességek, amikkel kiküszöbölhetővé tehető a mai medicina. Aztán az antropozófiáról lesz egy külön előadás a Kisesterről, homeopátia, ugye ezt direkt le akarják járatni, mert ez a legsérülékenyebb, hiszen hatóanyagot nem tartalmaz, mégis energiával gyógyít és működik. Egyéb természetgyógyászati módszerek, mondjuk, mit tudom én, a neuráterápia, vagy a különböző béltisztító módszerek, és így tovább. Modern diagnosztikai gyógyszeres műtéti orvoslás, mint integrált medicinába beleilleszthető, de megvan a maga helye. Tehát ezek a terápiáson a fő dolgok, és akkor ami kell, azt a mai konzervatív orvoslásból is lehet használni. Illetve van a mai konzervatív orvoslásnak ilyen futurisztikus UFO gyógyászata, mint például ez a medbe egy ágy. Ez ilyen horribilis pénzbe kerül, tudomásom szerint Magyarországon még nincsen. Ez az, amikor Trump még hatalmon volt, és akkor befektették oda, és akkor folyamatokat meggyógyult. Hát ezzel állítólag nagyon sokféle bajt, ami gyógyíthatatlannak minősül, helyre lehet hozni. Aztán természetes anyagokat kéne ugye használni, a spiritualitást, a hitet, az életszemléletnek a változtatását, energiagyógyászatot. Az önkontroll rendkívül fontos, tehát ugye azt a mai nyugati ember nem tudja, hogyha csak az önkontroll gyakorolja bizonyos dolgok, mondjuk bőtkúrázik, tehát nem eszik, az egy önkontroll. Azzal nagyon sok probléma helyrehozható. Salaktalanító kúrák, ugye nem csak a táplálkozás, nem csak a bőjt, hanem izzasztó kúrák, légzőgyakorlatok és így tovább. A test és a lélek egysége, mint szemlélet nagyon fontos. És hát minden arra megy ki, hogy a saját folyamatainkat, a saját gyógyító erőnket támogassuk. Ugye ez a természetes gyógyászatnak az alapelve, de ez kellene legyen az orvoslás alapelve is, és nem az, hogy gyógyszerek hatásába vakon bízunk.
megoldások. Ugye van sok fázis. Most abban vagyunk, hogy nincs semmi. Benne vagyunk egy előző rendszerben, amiben a bizalom megingott. Van rengeteg beteg ember, aki oltást vett fel, úgy kezelt, úgy reménykedett az egészség, hogy majd folyamatosan élete végéig magas vérnyomásra gyógyszert szed, elhanyagolta az életmódját, a testsúlyát, és így tovább. Tehát ővelük is kell foglalkozni, meg azokkal is kell foglalkozni, akik fiatalabbak és még meg tudják előzni a súlyosabb bajokat. Tehát magánorvosok, magánintézmények tudnak egyelőre alternatívát nyújtani. Mert maga az egészségügy csak akkor tud átalakulni gyökerében, ha ez az összefogás például hatalomban lenne, és akkor újra szervezné az egészségügyet belülről. Szóval az orvosok továbbképzése új és ősi paradigmák szerint, ugye ezt szintén meg tudjuk csinálni, akármilyen keretek között, alapítványi, önkormányzati, stb. Két a önkormányzatok egészségügyi intézmény alapítási jogát kellene kihasználni. Ugye ehhez is nyilván pénz kell, de elsősorban gondolat kell, ötlet kell, és el kell indulni. És persze ahhoz is kellenek majd az orvosok, meg kellene a személyzet, akit ki kell képezni, mert az üres intézmény, az üres falak, azok nem hoznak jó egészségügyi ellátást. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz tovább kell képezni az orvosokat, mert tudás nélkül ezek az orvosok, akik most a kórházban dolgoznak, semmit nem tudnának ott kezdeni. Párhuzamos állam intézménye, ugye amit a Szabó Attilától hallottunk tegnap, hogy ott is lehetne ugye intézményt indítani. Független tudományra lenne szükség, alkotni kell az új publikációkat, de a mi ismereteink és alapjainkra építve. Független szakmai szervezetekre van szükség, ugye egy ilyen van eddig, az az új MOK, új Magyar Orvosi Kar, ahol már csak olyan orvosok vannak, akik legalább az oltás dologban velünk egyetértenek. Pénzügyi forrásokra van szükség, adományozás, állami forrásokba, pályázatok, stb. És a biztosítások rendszerét, tehát magát az egészségügyi ellátásnak a finanszírozását is újra kell gondolni. És meg kellene szüntetni azonnal a mérgezéseket. Ugye van a chemtrail, a kötelező oltások, az élelmiszer adalékanyagok, az élelmiszeripar, a génmódosított élelmiszer összetevők, az értelmetlen gyógyszeres protokollok, és hát persze azoknak a szennyezései, az ivóvízbázisokat szennyező források, a fluorozás, és így tovább. És hát az oltás kivezetés. Ugye rengeteg ember károsodott, ők azt mondják, hogy 6,5 millió van beoltva, véleményem szerint legalább 1-1,5 milliót csalnak ezekben az adatokban, tehát nagy valószínűséggel 5 millió alatt van a magyar beoltott emberek száma, ennek egy része többször oltott, más része egyszer-kétszer, és hát rengetegen panaszkodnak, ugye akik még nem haltak meg, mert sajnos az is volt nagyon sok. Úgyhogy itt most arról van szó, hogy hosszú, közép és hosszú távú betegségeket hív elő ez az oltás, és nyilván ezt kutatni kellene, milyen károkat okoztak az oltások, és hogyan lehet csökkenteni, megszüntetni ezeket a károkat. Számba kell venni minden elméleti, gyakorlati lehetőséget. Erre vonatkozólag a Daróczi Zoli fog tartani majd egy előadást ebben a blogban. Én azt tudom elmondani, hogy ugye én rutinszerűen mindenkinek nézem a vérét nagy felbontású mikroszkóppal, és ilyen képleteket nem láttam azelőtt. Ezek a képletek, ezek nagy valószínűséggel grafén és hidrogélnek a keverékei, és ezek szinte, tehát a beoltottaknál szinte mindenkinél van. Sajnos azt látom, hogy egyre inkább a nem beoltottaknál is ezek megtalálhatók. Tehát ez például tegnap előtt egy, vagy utolsó nap, mikor rendelt csütörtökön, igen. Egy beteg, egy sebb vérében, így egymás mellett nézzétek meg, van egy csomó ilyen struktúra, ilyen hosszú csövek, amik
amiket ugye jó lenne így kipiszkálni és analizálni egyenként. Tehát ez 1800-szoros nagyítás, ezek itt a vérsejtek, amiket láttok. Tehát elképesztő az egész, hogy hogy tud egyáltalán a keringés fönnmaradni, úgyhogy közben ezeket ilyen szennyeződések akadályozzák. Az öngyógyítást kell fejleszteni, ugye? Mert azon nagyon sok múlik, hogy az emberek mikor fordulnak orvoshoz. Nagyon sok mindent meg tudnának maguk gyógyítani. Ehhez kellene a természetgyógyászokat bevonni, őket továbbképezni. Sajnos nagyon sok természetgyógyász is bedőlt ugye ezeknek a Covid áljárványos propagandáknak, és beoltatta magát. Azok szerencsések, akik már legalább azóta rájöttek, mert ő legalább tudja magát kezelni. Az orvosokat, asszisztenseket, dietetikusokat és a többi egészségügyi szakmát, és persze a lakosságot kellene oktatni a gyógyszermentes orvoslásra. Gyógynövénykerteket, termelés fejlesztésébe kiszolgáló ipart kellene serkenteni. Ki kell találni, hogy milyen tiszta vízforrásokat lehet teremteni, mert ugye egyre inkább nem lehet találni tiszta vizet. Élelmiszeripari reformokra van szükség, és a pszichológiai kultúra fejlesztésére. Személyi, intézményi, financiális, kommunikációs fejlesztésekre van szükség, egészségnevelésre, kutatásra, paradigma cserére, és hát közben mindenki kéne az előző blokkunk, a délelőtti blokknak értelmében ilyen dolgokat készítsen oda-haza. Tehát gyógynövényeket begyűjti, mint most az Zoli, és beáztatja alkoholba, vagy borba, vagy cukros folyadékba, vagy bármibe. Minden esetre kivonatokat kell készíteni, és azt el lehet tárolni. De egyébként a gyógynövény az egyik legjobban eltartható élelmiszer, fűszer formában gyógynövényként felhasználhatók ezek a vadon termő növények, vagy akár a kertben termő növények, és ezekből mindig lehet frissen is készíteni kivonatot, tehát például teát. És hát akkor az összefoglaló, hogy hol tartunk most, hogy ezek a fázisok vannak, hogy az új egészségügy felálljon. Most a megértés fázisánál vagyunk, hogy annak a táborát kell növelni az orvosok közül, személyzet, lakosság közül, aki egyáltalán megérti, hogy is, hol is tartunk, hogy mi is történt. Hogy becsaptak bennünket, nem csak az oltással, hanem már előtte is folyamatosan, hogy rengeteg mindenre képesek vagyunk, magunkat rendbe hozni, csak éppen a tudás hiányzik hozzá, azt tudatosan leépítették. És meg kell jelenjen az igény a változtatásra, és aztán számba kell venni a rendelkezésre álló lehetőségeket, teendőket, meg kell teremteni a változtatáshoz szükséges jogi, financiális, személyi feltételeket, de annak mentén, amit mondtam, el lehetne indulni már. Tehát önkormányzat alapíthat egészségügyi intézményt, el lehet kezdeni gyűjteni arra, illetve kinézni épületet, el lehet kezdeni képezni a jelentkező és érdeklődő orvosokat, és így tovább. Infrastruktúra, épületek, logisztika, finanszírozás, ugye ezek merülnek fel, de ezek vékony betűkkel vannak írva, ezek egyelőre sajnos még csak elméleti dolgok. Újfajta független egészségügy teendőinek felmérése, újfajta működés tervezése és a működés beindítása. Tehát valahogy így lehetne haladni, és ezt az első fázist ezt nagyon kéne erősíteni, hogy minél többen megértsék, akik egyáltalán ki tudnak termelni egy akkora személyzetet, hogy egy rendelőintézetet mondjuk tudjon működtetni egy köreinkhez tartozó, a merényletet értő és az újfajta orvoslást művelő személyzet. Ugye a mi rendelőnkben csak olyanok dolgoznak. Tehát van összesen 6 asszisztensünk, akik értik most már, ők sem úgy jöttek oda, de értik, hogy mi mindent meg lehet tenni. Hogy gyakorlatilag alig van beteg, akinek a gyógyszerét nem tudom elhagyni. Tehát ez a
tapasztalat, ez kell hozzá, és ezt kell átadni azoknak az orvosoknak, akik újonnan indulnak. Még egyszer mondom, az ingatlan maga az kevés lesz. Jó, hát ezt akartam elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen Tamosi Józsefnek ezt a nagyszerű előadást, ami összefoglalja az egész magyar egészségügyet. Tehát plusz ad megoldási lehetőségeket, ezért nagyon fontos. Én egy kis részt kaptam, a prevenció egyéni és társadalmi szintjéről kéne beszélni, de indításnak előre azért itt, amit Bartosz professzor asszony kezdte, én is azzal kezdeném, hogy a Guyston kövek Georgia államban, amire ki volt írva, hogy 500 millióra kell redukálni a földnépét, ez 1980 óta ott áll, és idéznék esetleg szó szerint az Ószövetségből kiírtam, hogy pusztítsd el az elfoglalni kívánt föld népét, oltáraikat, emlékköveiket, szentjeiket, egyetlen lelket se hagy életbe. Na, ezért mondtam ezt, hogy ma itt tartunk, tehát így állnak hozzánk, tehát mindenkinek ki kell nyitni a szemét, mindenkinek oda kell figyelni arra, hogy hogyan él. Tehát amit mondtunk, hogy a prevenció, a megelőzés, az nagyon fontos, mert ha a prevenciót jól bent tartom, tehát az életmódom jó, akkor el tudom kerülni legalábbis ezeket a dolgokat. De a másik nagyon fontos, hogy aktívnak kell lenni, és be kell kapcsolódni másokat is, fölvilágosítani, összefogni közösségekbe, stb. Stb. Amiről itt beszéltünk. Így, tehát nem csak egyedül is kell változtatni ezeken az dolgokon, de összefogva is kell, és együtt működve még könnyebben tudunk. Ugye még a kommunista időkben az állam egészségügyben a prevencióra mindig nagy pénzt szántak, tehát beszélgettek arról, hogy hogy kell egészségesen élni. Nyilván nem minden volt egészséges, amit akkor mondtak, azóta már sok minden változott, de legalább pénzt költöttek. Azt tudni kell róla, hogy a rendszerváltás után ezek egyre kevesebb pénzt fordítottak, erre nem nagyon láttunk már ilyen kiírásokat, pályázatokat, hogy a prevenció, megelőzés. És azt is tudni kell, hogy tehát a rendszerváltás 99 óta, nem rendszerváltás, ez módszerváltás, így értsék, mindig csak esetleg ezt mondom. Tehát nem történt semmi, ugyanaz a kommunista vezetés vette át a hatalmat, a kommunizmus is, ugye a Lenin is annak idején Németországból került, két bőrön pénzzel küldték ki Oroszországba, előre erőkészítve, hogy ugye ez a Ószövetsége szemléletet gyakorló nagyhatalmi, világhatalmi rendszer küldte. Tehát így jutott ő is ki oda, és így csinálta meg a kommunizmust. A kommunizmus is arról szólt, hogy tudták államosítani a rendszereket, el tudták venni az emberektől, ki tudtak írtani népcsoportokat, stb. De ettől fakad a kapitalizmus, kommunizmus, és a legveszélyesebb most a kínai kommunizmus, erre nagyon figyeljünk. Nem soká várható, hogy kínai rendőrök megjelennek Magyarországon, de ne hagyjuk magunkat, hogy meg leigazoltassanak, vagy bármit. Egyszerűen ez népen, nem is tudom, ez a jogszerűen idegen, fegyveres embereket beengedni Magyarországra, az bűn. Nem lehet. Jó? Tehát ebben is gondolkozunk, itt is lépjünk fel, ha ilyennel kapcsolatba fogunk majd kerülni. Tehát a megelőzés, a prevenció. Ez nagyon fontos az életünkben, az egészségügyünk szempontjából. Ami az életmóddal függ össze. Az életmódnak is a legfontosabb része a táplálkozás. Azért beszéltünk ilyen sokat a mezőgazdaságban, mezőgazdasági termékekről, mert nem mindegy, hogy mit eszünk. És még nem hangzott el, de alap dolog egy régi statisztika, ugye a múlt rendszerbe 1990 előtti adatokat megnézve, hogy az akkori zöldségek, paprika, paradicsom, bármi mennyi vitamint tartalmazott, és mennyit tartalmaz ma. 80 nyomelemeket, stb. Megvizsgálva, 80-90%-kal kevesebbet tartalmaz ma, mint ami van. Hiszen nem trágyázzák a földeket, nincs körforgás a szerves anyagoknak, nem történik az a baktériumflóra, nem alakul ki, ami egészségesen olyan növényeket termel, ami tele van vitaminokkal és mindennel. Tehát figyelni kell a táplálkozásra, tényleg pótolni kell, mert ez nincs. De azt se felejtsük el, a másik, amit szoktam hangsúlyozni, ugye, hogy a világegyetemnek 4%-a anyag, 96% metafizikai. Ezért Nobel-díjat kapott a tudós, aki ezt megtalálta.
Tehát, ha így néz ki a világegyetem, hogy 4% megfogható anyag és 96% metegőjű, akkor mi, mint emberek, a világegyetem részei ugyanúgy nézünk ki. Tehát, amit itt látunk magunkból, az 4%, és körülöttünk még el kell képzelni egy 96%-os úgynevezett metafizikai isteni mezőt. Tehát úgy lehet próbálni. Tehát nincs légüres tér a világegyetemben, minden összefügg egymással, összekapcsolódik és összefügg. Tehát egy elektromágneses informatikai rendszert kell elképzelni, ami 200 négyzetméter mondjuk körülöttünk, ami van, és az is a mi részünk, ott tudunk tárolni információkat, csak több az ember nem is gondolná, de ha megnézem, ugye vannak, hogy burkom van, ugye ki lehet mutatni, hogy mekkora burka van az embernek, és ezek mind azok, hogy azt tükrözik, hogy az van. Szívünk, agyunk, ugye mind elektromágneses kisugárzások mérhetők vannak a szív körül. Azt is tudni kell, hogy a lélek a központja mindennek, mert a szívnek 10-20-szor nagyobb a kisugárzása, mint az agynak. Például az agy pedig úgy működik, mint ugye idegsejtek, amik ott futnak minden. De mégis az elektromágneses tér, ami a szív körül van, ez a centrum és ez a döntő, ezért tud könnyen kapcsolódni szív a szívhez. Ha ölelkezünk, akkor a két szívünk összeér, elektromágneses tereink is összeérnek, tehát ez nagyon fontos volt a járvány alatt is. Mindig mondtam, hogy az immunrendszer legjobb erősítő, ha megöleli az ember a másikat. Tehát ezt tartsuk meg mindig, és ez egy régi szokás, a kézfogás ugyanezt jelentette régen. Ha megfogom a kezét, akkor kapcsolatba kerülök, energetikailag egy kicsit tudok segíteni. Mert mindig az van, hogy az energia áramlás is olyan, hogyha valaki betegebb ember, vagy valaki egészségesebb, tud segíteni, ha közel kerül a másikhoz, ad neki energiát, és azáltal tud gyógyítani. Ezt csinálják a házi állatok, mikor volt olyan valaki súlyos beteg volt, ott aludt vele a kutya 3-4 napig, ő meggyógyult, de sajnos a kutyus meghalt, mert az energiái elmentek a gazdájának a gyógyítására. Tehát van az anyagi rész, tehát hogy pótolni kell az anyagot, amik hiányoznak az élelemből, de a másik a lelki rész is. És én még mindig azt mondom, hogy ugye a rezonancia, hogy milyen rezonancia van. Az mindennek az alapja, tehát hogyha sikerül elérnünk a lelkünk által, hogy Istenhez közel kerülünk és magasan rezonálunk, akkor nem kell annyira figyelni az anyagra, hanem az a rossz anyagot eszek, azt is át tudja alakítani jóvá, közömbösíteni tudja, ha mérbe teszek. Én ezt így gondolom, hogy ez így működik. Tényleg a 3 év alatt, mióta elkezdtük ezt a Covid 2020-ban, mondjuk február óta elkezdtük a Covid járvány kapcsán a küzdelmet, ahogy hívják ellen. Én azóta nem voltam beteg, tehát azelőtt egy évben 2-3-szor az ember influenzás lett, kicsit lázas pár napig, stb. De mióta másként rezgek, meg másként látom, meg a hitem erős, azóta nincs is. Ha valaki ezt tudja, akkor nem kell annyira figyelni. Én nem figyelek annyira az anyagokra, amit igyekszek azért mondjuk válogatni, de külön ilyen vitaminokat nem szoktam szedni, mert én úgy gondolom, hogy ha az ember jó rezeg, jó minden a gondolkodása, nincs benne gyűlölet, nincs benne harag, azokat meneszteni kell, mert azok mind negatív dolgok. A stressz a legfontosabb kártevő tulajdonképpen. De ha elengedem magam körül a kétes dolgokat, vagy olyan dolgokat, azt mondom, hogy én ezt már nem tudom megoldani, ha jó Istenre bízom, így kell csinálni. És akkor minden majd ő megoldja, és ő nála jobban senki nem tudja megoldani a dolgokat. Viszont én megszabadultam, akár családi probléma, akármi. Nálam is volt az egyik fiam orvos, ugye, és ő oltás hívő, meg oltotta magát, meg minden 2 napig bántott. 2 nap után azt mondtam, hogy felajánlom a Jóistennek, legyen úgy, ahogy lesz. És azóta már közelebb kerültünk újra egymáshoz, tehát a Jóisten tett dolgokat, változtatott a dolgokon. Tehát ezt így kell csinálni, hogy feszültség ne legyen bennünk, ne féljünk, a félelem a legnagyobb ártás. Ezt mindig el kell mondani, mert mindent rosszat az ember a félelméből tesz meg. Higgyék el. Ha félelek, nem tudok jól választani például. Nem tudok hallgatni a bennem lakozó Istenre. Mert mindent ott kell hallgatni, és ő megmondja a választási lehetőséget. Mindig küld, mindent küld oda, ami következik, amit csinálni kell. Tehát ha ezt tudom ellenőrizni, akkor nagyon jó. Tehát erre kell figyelni, a lélekre kell figyelni nagyon, hogy mi van, hogy élem az életem, stb. És amíg ezen a szinten nincs az ember, akkor viszont ezeket, amiket Józsi is fölveti, szereket, gyógynövényeket, mindent, addig erre tudatosan kell készülni, és tudatosan kell fogyasztanunk ilyen ételeket. Én csinálom ezt a 16 órát, kihagyok 2 étkezés között, nekem nagyon bevált, ajánlom másnak is, tehát hogy 2 étkezés között legalább 16 óra teljen el.
és ezt úgy, hogy délelőtt. Én most már annyira megszoktam, hogy végzek a munkával, műtővel, ott elfoglalt az ember, eszembe nincs se enni, se inni, még inni is nagyon keveset szoktam. Aztán hazajutok 3-4 óra felé, akkor reggelizek, ebédelek, és akkor még esetleg, ha van kedvem, még egyszer vagy egyszer eszek egy nap. De ez volt a szokás magyarságnál is. Pár száz évvel ezelőtt kétszerettek, azelőtt meg a középkorban meg vannak írások, ahol dokumentáltak, hogy parasság is hazament 3-4 óra felé, és akkor evett egyszer, és utána kész. Ez így volt, tehát ezt meg lehet csinálni. Nem ez a döntő. Délelőtt méretlenít a szervezet, ha bár olvasni mindig mást is, igaz, Zsuzsa most nekem mondott egyet, hogy nem annyira jó, de ugye a tudományos cikkekről azt mindenki tudja, hogy ha megjelenik egy, nem telik el 3-4 nap, hogy leír valamit, megjelenik a 180 fokos ellenfordulatja ugyanabban az újságban, hogy ugyanúgy, tehát ők figyelik, és hogyha egy igazat megírt valaki, akkor gyorsan publikációt szereznek mások által, és megírják az ellenkezőjét. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a józan paraszti eszünket használjunk, és ki tudjuk választani, meg tudjuk érezni, hogy melyik a jó, melyik a nem. Próbáljunk ki sok mindent magunkon. Az is nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy két egyforma ember nincs, ez a szervezetünk nem ugyanaz, nem teljesen ugyanazt kírja a táplálékba, és ki kell tapasztalnunk. A gyerekek a jók, tehát a gyerekeinket figyeljük, hiszen az anya gyakran nekem is ott állt fakanállal, amikor nem ettem meg a főzeléket, ami volt. És akkor utólag visszagondolom, mindig elgondoltam, hogy az jó megérzése volt a gyereknek, ő még megérzi, hogy mit kíván a szervezet és mit nem. És ezt elveszítjük a nevelések során, meg hogy ugye a közétkeztetésre megyünk, és akkor nem azt kapjuk meg, amit szeretnénk, hanem ami éppen van, azt kell megenni. Elveszítjük ezt, de ha vissza tudunk térni erre, hogy az ember koncentrál, a szervezet pontosan fogja jelezni, hogy mire van szüksége, és az a legtökéletesebb étkezés, az a legtökéletesebb dolog, ha azt veszem be, amit kíván a szervezet, és mindent tudatosan végig gondolva. Tehát tudatosság nagyon fontos, ne bízunk mindent a véletlenre, hanem próbáljuk megszerkeszteni az életmódunkat, és az életmódba ez nagyon fontos. Tehát az egyik, amit mondtam, ez nagyon fontos, tehát hogy vitamin és a többi anyagban kevesebb az élelmiszer. A másik nagyon fontos, amit ki kell emelni, és nincs is más az étkezés, amit ki kell emelni, az a méreganyag, amit itt is elhangzottak ebben az előadásban, a többi előadásban is elhangzik, hogy mindenbe a méreganyagot tesznek. Tehát ez nagyon-nagyon régóta van, ezért kell tényleg jó, hogy itt összejöttünk, a kosárközösség, stb. Minden fölvetődik, és mindenki próbálja otthon. Kerítsen egy olyan mezőgazdászt, aki megbízható és tudja, hogy nem tesz bele olyan dolgokat, olyan vegyszereket, mert a glifozát kapható Magyarországon is, tehát hozzáadva Európában továbbra is még hagyják, tehát bármikor hozzájuthatunk ehhez. Ez olyan volt, mint a DDT, ugye, ami annak idején hozták, és akkor elterjedt a világon, Amerikában is használták, például az iskolában azzal fertőtlenítették DDT-vel a gyerekeket, stb. Fújták spray formájában, kéz formájában, fertőtlenítő formájában, és arról derül ki, hogy ugye milyen betegségeket okozott, például az autizmust is okozhatja a DDT, vagy hanem a járványos bénulást okozta, igen, azt okozta. Így van, azt okozta. A polióvírusra tituláltak ezt, de ez nem polióvírus volt, hanem a polióvírus egy jó vírus, ami mindenhol megtalálható a szervezetünkbe, hanem a méreganyag okozta ezt a DDT-vel kapcsolatban, és azt is tudni kell, hogy 150 év a lebomlás ideje. És már a jeges medvékben több DDT van, mint itt volt valamikor a Burgonya földeken, ahol szólták a DDT-t. Tehát ahogy a körforgása beüt, végig megy, tehát ezekre figyelni kell. Tehát céltudatosan meg kell néznünk, vannak jelzések is most már a megvehendő ételeken, meg amin, hogy EU azon rajta, hogy EU-ba készül, abban már minden lehet. Tehát azt ne vegyük, csak magyar készítmény. Ezt is el kéne mondani, hogy ezt az alapdolgot most is elmondom, hogy két dolog van, amivel nagyon biztosan, vagy három dolog, amit biztosan tud mindenki csinálni, készpénzzel fizet. A bankból kiveszi a pénzét, nem használja a bankot. Ha mindenki kivenni a pénzt a bankból, összeomlana a bankrendszer, és kivonulnának Magyarországról. Már egy olyan helyzetet tudnánk produkálni, amivel meg tudnánk fordítani teljesen mindent. Itt egy politikai változást lehetne okozni. Ugyanezt, ha kimegy, nem megy az ember a Tesco-ba, hanem erről a kényelem a legnagyobb veszély az embernek, hogy azt nem tudja feladni a kényelmet. És ezért van ez, hogy ki tudják használni, hogy vele csináltatnak mindent, megvetetnek, amit kell, tehát ez nem jó.
Tehát arra kell figyelni, ha nem vásárolnánk Tesco-ban, hanem csak magyar élelmiszereket vennénk, tehát a városiak is kimennének vidékre, és valahol mit tudom, egy héten egyszer bevásárolnának, akkor egészen jól alakulna. Ma ott járunk, hogy tulajdonképpen 30% körül van, amit megtermel a magyar mezőgazdaság, és az összes többi haszon az mind ki megy a nagy multicégeknek. Multicégeknek óriási kedvezményük van, töredékadót fizetnek, mint egy magánember, és még ezt a 30%-ot is el akarják venni, tehát ne hagyjuk, mindenki próbálja meg, ha van kertje saját maga bármit művelni, amit beszéltünk is, ami Kuba volt, hogy az erkélyre is kitettek gyógynövényeket, lehet otthon gyógynövényeket, gyönyörűen lehet orvosi zsáját elültetek, és egész évben tudok leveleket szedni róla, és akkor tudom azt is hasznosítani. Ezek mind-mind olyan fontos dolgok, amikkel lehet az élelmezést, ugye a tápanyagokat bejuttatni hozzánk. Jó, tehát röviden ennyit mondtam volna a tápanyagról, a következő pedig, mint ortopéd sebész is, a mozgás. Tehát nagyon fontos, én mindig mondom, hogy minden mozgásszervi megbetegedésre a mozgás a megoldás. Tehát akár idegi gerinc belül probléma van, lumboisi agyában, bármilyen problémában, azonnal el kell kezdeni tornázni, mozogni, hiszen a gerinc oszlop úgy néz ki, mint egy I, a fa része maga a csontos része, a húr része pedig maga az izom, az egyenes hátizom, stb., ami hátul van, lapos izmok hátul, amik húzzák, feszítik a gerincoszlopot, és a gerincoszlopnak az a tulajdonsága, hogy elől pedig a kijáratoknál a csontok között lép ki az ideg, és ha széthúzom a csontrendszert, akkor nem nyomja az ideget a csont, és azonnal felszabadulnak a dolgok, és könnyebben tudom elviselni fájdalom nélkül a mozgás, stb. Egy sima gerincsér sose jelent olyan problémát, azonnal műtétbe kell gondolkodni. Ismerőseim sokan vannak, azóta még többet sportolnak, teniszeznek, mindent lehet vele csinálni a gerincsérrel. Ugyanis az L, a lumbális kettő csigolyáig megy a gerinc felő, és onnan már csak idegszálak mennek le az L2-3-4-5-ig, le egész a szakrumig, és ott már nagy a tér, és ha abba bekerül egy gerincsér, vagy bármi egy anyag bekerül, akkor szépen eloszlanak a gerinc felül, és elfér egy nagyobb tömegű anyag is, és nyilván nem okoz olyan gondot, és könnyen lehet ezt uralni. Tehát a mozgás nagyon fontos, és a mindennapi mozgás. Tehát minden gyógyítás sejtszinten kell elképzelni. És ugye a sejtektől meg kell követelni bizonyos dolgokat. Én egy másfél órát reggel, meg mondjuk még este is egy 20 percet szoktam így torna, légzés gyakorlat, akupresszúrás pontok nyomkodása, de ezt minden nap csinálom. Tehát az a lényeg a minden nap, ha a sejt hozzászokik, hogy minden nap terhelés alatt van, megszokja, ezt tudja produkálni, de ezért is nem betegszik meg az ember, mert ha mindig terhelés alatt van, a stressz nagyon fontos, káros tényező, ha nagyfokú. Ha kisfokú a stressz, akkor az életet emelkedettebb szintét teszi. És... mi? Józsinak jelzem, hogy mögötte volt a kamera. Jó, tehát érthető, a stresszből is a nagy stressz veszélyes dolog, elsősorban a lelki stresszek. De a kis stressz az, ha a testemet potenciálozza, úgy működik a test, a sejtek is szeretnek. Ha kicsi stressz alatt van a sejt, akkor örül neki, hogy azt érzi, hogy törődnek vele. Érthető? Tehát akkor pozitívá hozza, és pozitív működik minden. Tehát minden nap kell egy olyan életmódot kialakítani, hogy bele kell tenni gerinc gyakorlatokat, hosszú egyenes hátizmot erősíteni, nyújtási gyakorlatokat, légzési gyakorlatok nagyon fontosak azok is, tehát szakaszosan légni, levegő visszatartást, én például azt szoktam gyakorolni, az is egy jó dolog, először átlélegzi az ember oxigénnel a szervezetét, utána pedig visszatartja a levegőt, és akkor az is a sejteknek fölkészíti arra, hogyha valami szorult helyzet van, betegség, stb. Stb. Akkor rögtön tudja, hogy mit kell csinálni, és tudja csinálni. A járvány kapcsán ugye ez a vírus kérdés, én legalábbis már eljutottam oda, hogy ezt most már merem bárhol mondani, tehát a vírus kérdés nem kívülről jön. Ha vírus dolog vagy vírusszerű anyagok szaporodnak bennünk, az bennünk szaporodik, tehát nem attól kell ugye félni, hogy majd kívülről megbetegszel, maszkot hordani, meg ilyesmi. Ennek semmi jelentősége nincs, hanem belül kell rendet tartani test, lelki, szellemi harmónia. Ha harmonikus, minden harmonikus a rezgésem a testnek, akkor úgyse betegszem meg.
a vírus nem kívül jön. Tehát ez egy, az egész vírus kérdés, ugye nincs sejt maga, nincs semmi, nem egy sejt, hanem csak egy DNS, RNS tömeg, meg ugye egy kis fehérje hozzá, és erre rámondják, hogy vírus megszaporodik, ugye. Volt egy olyan cikk, amit most csak úgy elmondom, még van annyi idő, mennyi idő van, még van. Tehát egy amerikai szerző a koronavírusokat vizsgálta, és van 6 darab koronavírus fajta, és a COVID-19 volt a 7. És mindegyiket megnézte, és rájött és leírta, hogy izolált, tisztított formában vírus egyik se volt. Mindegyiknek más az RNS szekvencia, RNS alapúak, tehát RNS-nek az összetétele, aminósav összetétele, kicsit más a fehérje, és ezért tudták hozni. Mindegyik cikket úgy jelentették meg, hogy készítettek egy szövettani metszetet. A szövettani metszetnél volt egy kis kerek vírusszerű valami, aminek voltak ilyen nyúlványok, és ezt úgy hívják, hogy mezozóma. Ez nem vírus, hanem a beteg sejtek termelik magából ezeket ki, ezzel ürítik ki. Tehát egy ilyen zsákba tudja kiüríteni a sejt, mit tudom én, mert a székletet kiürítjük, a köpet kijön, a hányadék kijön rajtunk, ugyanezt csinálják a sejtek és a káros anyag, ami nem kell. Beleteszik egy ilyen zsákba, kerek zsákba, van benne DNS, RNS, tehát ki tudják mutatni, amikor ezt a zsákot kielemzik, hogy milyen az aminósav szekvenciája, még azt is meg lehet nézni. Lehet, hogy hasonló dolgokat betegség esetén ugyanazt termeli a sejt, és akkor utána kilöki magából, és a szövettani metszeten ugyanezt a mezozómát, azt mondták, hogy ez egy vírus és kész. És tehát ez egy amerikai szerzőtől ez le van írva, tehát gyakorlatilag COVID-19 vírus, nem csak COVID-19, és egyáltalán COVID-koronavírus, amit emlegetnek mindig, és mindig kimutatják, hogy benne van, az sincs, legalábbis így izolált, tisztított formában. Jó, tehát ez volt a másik, ami a mozgás, a harmadik pedig a gondolkodás is nagyon fontos, tehát az életmódnál. Tehát hogyan gondolkodom? Itt a legveszélyesebb a mainstream média egyértelmű. Tehát én 25 éve nem nézek tévét, ajánlom másnak is. Először hiányzott, de ma már nem hiányzik, tehát az információk úgy is eljutnak az emberhez, hogyha megvan tudatbefolyásolás a tévén keresztül, bármikor lehet, tehetnek vele olyan dolgokat, ami az is egy sugárzás. Oda-vissza működik, csak azt is elmondom, hogy ha van egy ilyen digitális tévé otthon, akkor bármikor számíthatunk rá, hogy a kamerát oda-vissza lehet fordítani, a hálószobába szokták tenni, bekapcsolják ott, és ők nézik, hogy én mit csinálok a hálószobába, ha nem takarom le a tévének a kameráját, simán lehet ilyeneket csinálni. Tehát azért mondom, hogy meggondolandó, hogy ezeket használjuk, bevigyük a, hogy hívják a szobába, és ezt, mert ezek mind oda-vissza működnek. Ez a rossz a csippekbe is, hogyha most már az egészségügyi dolgozóknak, már minden kórházban, ahol dolgozok, ószoros abótanyában adnak ingyen ruhát, de be van csippelve. A nadrág, a trikó, minden benne, a pulóver. Hát én mondom, én nem veszem fel, mert a csipp azért veszélyes, mert tud jelet is levenni, de tud jelet is adni. Tehát ha akarják, nem tudjuk, hogy mit építenek, mit nem, de már ennyire megy a dolog. A egri kórház a legdigitálisabb kórház, ami létezik. A beteg, ahogy bejön, rögtön karkotőt kap, digitálisan rajta vannak az adatai. A digitálisan rögzíteni kell, nem csak, hogy hány fecskendőt használtam a nővérnek, hány tűt, a nevetséges az egész filléres tételeket, és minden digitalizálva, ki mikor jött be, hova megy figyelni, és a nővéreknek a munkájuk 30%-a arra megy el, hogy ezt beprogramozzák, beütögetik, és a beteggel kevesebb marad a... Ugye a szociális otthonokban például a járvány alatt, ezt csak úgy megemlítem még egyszer, hogy az jött ki, akkor derült ki, hogy mit tudom, egy otthonban 100 vagy 150 betegre jutott egy nővér. Tehát olyan adatok jöttek ki, hogy ha ő végig eteti őket, vagy végig adja a gyógyszert, már eltelt az egész napja, és már nem tudott mással foglalkozni. Ha nem jártak be a hozzátartozók tisztába tenni, megetetni, nem tudták. Ezek a budapesti nagy szociális otthonok voltak, amik így néztek ki. De. Tehát ez mindenféleképpen, tehát volt akkor, amit mondtam. Akkor fontos még a közösségi lét. Tehát a gondolkodást akkor azt lezártuk, hogy a gondolkodásba, tehát mindig tiszta gondolatokkal, ne foglalkozzunk negatív gondolatokkal, az mind leköti az agyat. Tehát pozitív, csak pozitív. Mi következik, hogy történik valami, velem, hát számtalanszor éreztem, már nem tudom ki, hogy van ezzel, hogy átugrok egy 20 centis ápot és elesek, de olyan érzésem volt, hogy eldöptek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a háromdimenziós világban élünk, de ebben a háromdimenziós világban
A hangya például két dimenzióba megy, mert nem lát fölfelé, lefelé, csak vízszintesen tud menni. És én oda nyúlok, kiveszem a hangyát, megölöm, már mit csináltok vele. Ha most van egy negyedik, ötödik dimenzió, már pedig biztos, hogy van, akkor ugyanígy szórakozhatnak velünk, akik följebb laknak. Amikor ilyen van, hogy leejtek egy tárgyat, vagy valamit, lehet, hogy ott vannak ilyen őrzőim, meg támadóim, nyilván vannak őrangyalaim, támadóim, és az meglök, vagy valami, szinte olyan érzés, nem? Majd gondolják végig, hogyha ilyen történik, hogy egyszer nem tudom másképp elképzelni, miért nem ki, miért történik ez, miért történik az. Azért van. De nagyon sok a védő angyal, tehát ami pozitív van, ezt mindenki érezze meg, nekem is rengeteget vezetek, meg utazok, de már százszor, ezerszer volt olyan hely, hogy nem, valaki nem mondja, hogy nézek arra, nem veszem észre, és neki mentem volna valaminek, vagy valami milliószor van ilyen, de valahogy olyan érzés van, hogy na most oda kell néznem, most ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom. Tehát velünk van a Jóisten, törődnek velünk, foglalkoznak velünk, pozitív kell értékelni ezt, és ugye ez nagyon fontos, hogy jól tudjuk itt élni az életünket, de hitbe, tudatba, mindenféleképpen. Félni nem szabad, mindig el kell mondani, hogy a lélek örök, tehát a testünk csak ideglenesen van, ezt itt kell hagynunk, mi visszamegyünk, ahol a lelkünk van, utána egy sokkal jobb világba kerülünk. Ha meghal közülünk valaki, nem kell megijedni. A Teremtő is, de most is, mert itt volt, hogy elmondták, hogy hány régi ember halt meg, akit megöltek, így megölnek, úgy megölnek. Én ebben nem hiszek. A Teremtő Isten teremtett bennünket, és ő visz ki innen, hogyha akar. Tehát attól, hogy valaki megöl, a Teremtő Isten vitt ki engem, ezt így kell fölfogni, és akkor nem kell félni. Sose szabad félni attól, hogy majd akkor engem is megölnek, és akkor inkább becsukom a számat. Nem. Azért születtem meg, hogy képviseljem azt a feladatot, amiért vagyok, azt végig kell vinni, és mindenki ezért fog majd felelősséget vállalni, ezért írja az életet. Ezért van, ezért kell írni az életünket. Egy perc? Jó, akkor így elfejezzük. Jó, tehát lehetne sok mindent beszélni, de ez a lényeg, jó? Tehát lélek, a lélek vezessen, lélekkel gondolkozzunk, és ott a test is, lássuk, hogy mit kell a testtel csinálni, de a lélek legyen az első. Köszönöm szépen! Csak egy jó idézetet találtam, meg a végére akartam esni. Ez Józsi, neked válasz, hogy az orvosok nagyon szerencsések. A sikereikre süt a nap, a tévedéseiket pedig betakarja a föld. Köszönjük szépen, Félbi, a előadásodat a fontos prevenciós témáról. És akkor nem kevésbé fontos téma következik, az oltás szelídítés, oltás kivezetés, hogy ez egyáltalán létezik, vagy illúzió. Gerolci Zoltán következik. Felvétel miatt jobb lenne, hogy ha szélére állnál, mert akkor leszlek téged is, meg azt is. Igen. És én kondolom kéne valamit. Tehát azért jó voltálsz, mert egyszerre vesznek téged is. Jó. És én akkor csúszok fel, hogy ezt miért akarod. Igen. Igazából. Fiú zavaromba elfelejtettem, de akkor ez miért nem? Miért nem? Nem vetít. Miért nem vetít? Kikapcsoltam ki. Nem, nincs világos. Igen. 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 Vagyok, nem onnan születtem, de azzal lettem. Aztán ezt próbálom megélni és gyakorolni. Jóapám, aki éppen annak idején, ugye Henszidán volt, én ott születtem Henszidán, ez a Sár területe, Pocsony Esztár Debrecentől, Berettyi Újfog, ez egy háromszög, aki úgy ismeri. És hát a Varsói szerződésben találkoztam először az akupunktúrával, innen van a kapcsolatom, mert akkor még Észak-Korea baráti állam volt.
És mit ad a jóisten, amikor nekem volt egy sérülésem, akkor szúrtak Észak-Koreából katonaorvosok, éppen akkor itt voltak. Aztán a sérülésemet, hogy tudjam kezelni, találkoztam a jogával, és innen indult ez a folyamat, ahol én jelenleg tartok, valahonnan indultam, valahová tartok. És a Józsival is úgy találkoztunk olyan 20x évvel, már nem tudom pontosan, hogy mikor, hogy a Józsi vizsgáztatta a természetgyógyászatban annak idején 2000 valamikor. Most már én is ugye oktató vagyok, és a leendő természetgyógyászokat készítem föl, de mesterségünk címere az Apis mellifera, a ház méhecske, és én ezt mondtam, hogy szeretettel mindenkit. Tegnap csatoltam volna, hogy beszéltünk, ugye apám nagyon gyakorlatias volt, ezt a részét én is ököltem, hogy a spiritualitásról, én mindig mondom a szeretetről, hogy nagyon sokan beszélnek, kérdés, hányan élik meg? Most erre mondtam, hogy elviszlek téged ugyanúgy fürdőruhába a méhesbe, mert ha egy meditatív állapotban vagy, fürdőruhában bejössz ugyanúgy, a méhek nem bántanak téged. És nagyon sok ilyen nagyon nagy meditatív ember erre nem nagyon vállalkozik. Kérdezem, hogy miért nem? De ugyanúgy, ha egy komondorral találkozol a hajdúsági hordományi pusztán, a komondornak üzensz, hogy csak a gazdáthoz jöttem, szólj már neki, akkor megérti és szól. Na valahogy a gyakorlati spiritualitást itt be tudom hozni. Tehát ez két a egyesület, és nagyon sok, ahogy benneteket is, nagyon sok, ugye megkerestek, hogy mit lehet csinálni. Na most a stratégiáról beszéltetek, én egy picit az operatív dolgokról igyekszek beszélni, és én arra hívlak benneteket, hogy ez nem, nincs vége ennek az előadásnak. Tehát ha van közöttetek egészségügyi dolgozó, aki praxist visz néhány éve, évtizede, és van ötlete, akkor ezt köszönettel fogadom, nem csak az én nevemben. Tehát az elmúlt években bejött, hogy egyre több szövődmény van, egyre több mellékhatás van. És én is tapasztalom, mint amit a Józsi te is mondtál, hogy a beoltottnak van egy nem beoltott párja. Vagy gyerek. Szülő be van oltva, gyerek nem. Vagy a gyerek be van oltva, mert egyetemista, és hogy be tudjon járni a kampuszba, beoltották, kezelem a anyát, apát, kezelem a gyereket. Látom, és egy idő után látok hasonló tüneteket. Na így indított el engem is ez a folyamat, hogy a közös háztartásban élőknek, hát nem kell, hogy be van oltva, vagy nincs. Egy idő után az egész család produkálja azokat a tüneteket. És szó ne érje a ház elejét. Nem vagyok oltás ellenes, mert amikor távol-keleten voltam, a malária ellen, meg egyéb ellen, ugye volt oltás. De az egy más kategória. De viszont Indiába kimenni egy európainak... Én oltás ellenes vagyok. Igaza van. Én még akkor nem tudtam, tudom, hogy egy folyamat, én még gyerek vagyok, te vagy az apám, nagyapám, én meg a gyerek, majd nekem is lesznek gyerekeim és unokáim, de igaza van. Most már én is úgy utaztam ki, hogy nem vettem föl azt, amit előírtak volna. De akkor még az ember balga és fiatal. Átmentem. Tehát megjelent egy olyan fogalom, de ez nincs kitisztázva. Megjelent egy olyan fogalom külföldi iratokból is, hogy intelligens szuperparazita, amit te is mutattál valamit, mondtál rá valamit a vérből, hogy látsz valamit. Nem tudjuk, hogy ezek fizikai lények, vagy részecskék, vagy időnként hullámjelenségeket is utánzó minőségek, amit a magyar köznyelvben még most tanuljuk ezeket az új fogalmakat. Tehát létezhetnek, amit ugye Alfred mondta, hogy modulálható entitások, a chip oda-vissza tud rám hatni valami történet velem. Ezek hullámjelenségek, és hát a hullámgenetikáról már a másban hallottunk, de annak idején a KGB, meg a CIA is, emlékeztek a Karpov-Kasparov sakkjátszmára? Annó, annak idején? Mind a kettő szovjet volt, az egyik ott maradt, a másik kiment. És nem ők ketten sakkoztak, hanem mind a kettő mögött volt egy csapat, akik próbáltak rá hatni. Mind a kettőre próbáltak rá hatni, védték és támadták a másikat. Tehát ez ugyanúgy zajlik a mai világban, és ez a hullámgenetika valahogy ezt próbálja ugye leírni és megfogni, a saját nyelvezetünkkel meghatóvá tenni.
Tehát vannak körülöttünk elektromágneses hullámok. Itt a Zsuzsával egyeztettem tegnap este, és köszönöm így mindenkinek nyilvánosság előtt, hogy nehogy valami olyat mondjak, ami nem az enyém. Ezért kérdeztem meg őt, de hát ő jóvá hagyta, hogy bizonyos tanulmány szerint nincs eltérés a spektrográfiában, ez egy mérőműszer, például a mi mézeinket ugye tömegspektrográfiával mérjük, hogy van-e benne az, amit ráírunk, vagy nincsen benne. De ez egy fizikai mérési lehetőség, a DNS és a MOL RNS alapú oltások között kérdőjel. Azért lenne nincs vége. És nagy valószínűséggel néhány év múlva már nem ez lenne ideírva, hanem valami más, ahol éppen hallanunk. Tehát vannak idegen anyagok, melyek beépülnek, és hozzácsatolásként életet támadó hullámokat bocsájtanak ki. Azért, mert például a kaptárkövek, ami nincs is messze hozzád, a frélegem ott avatod be a karaul annak idején, hogy az ingókövek, kaptárkövek, ott is vannak életet támogató hullámok és jelenségek. Tehát itt vagyunk, és az oltottak testnedvei. Emlékeztek például, hogy hát én még abban a korban vagyok, lehet, hogy ti már annyira nem. Miért érdemes élni? Szerelem! Csak ez kell nekem. Mint a mélyből a vulkán tör föl, időnként meggyötör. De élni nélküle nem érdemes. Darvasz az oltában. Tehát azt jelenti, hogy amikor szerelemre gyulladunk, hát nem kérdezheti meg a mai fiatal, te figyelj, de vagy oltva? Én nem vagyok. Te vagy? Tehát nem így ismerkednek. Már igen. Már lehet, hogy igen. De Debrecen egyetem város. Közel 5000 külföldi diák. Ebből van rengeteg arab. Az összes arab fiatal azt mondja, hogy hercegi család sarja. A magyar lányok erre, hát egy herceg. Igen, és produkálnak olyan tüneteket, mert ő hordozó arab fiatal, és a magyar lánynak meg nem találkozott még ilyennel. Testnedvekről beszélek, amikor találkozik egy kollégiumi vagy albéleti szobában két fiatal. Tehát vannak ilyenek. És így indult el, hogy érintkezések folytán a hatóanyagok egy része át tud vándorolni egyik félről a másikra. Ez már 30 évvel ezelőtt is így volt, amikor én a praxist ugye vittem, és hozta a lány, anya hozta az egyetemista lányát. Hogy mi van a lányával? Mert olyan betegséget produkál, ami Magyarországon nem kellene, hogy legyen. Ide visszakanyarodva, tehát az oltott, a kortól függetlenül szórja a fertőzést mindenkire. Ezt most már én lemertem írni, Zsuzsával konzultál, jóval is hagyhatjuk. Tehát kvázi, ami 3 évvel ezelőtt volt, hogy kap-e valaki szulit, vagy nem kap szulit, az fontos, de ma már más egyéb fontos dolgok is vannak mellette. Mégpedig az, hogy én hoztam például ezt a csókvírust, a nevés onnan, hogy csókolózással terjedt. Ez az Epstein-Barr vírus. Régebben volt erről sok-sok cikk, tehát ez elbújik, és amikor le van valaki merülve, például egy vizsga időszakban az egyetemista, akkor az előjöhet és aktiválódik. Nem biztos, hogy mindenkiből előjön. Nekem van olyan tanítványom, aki Dunaújvárosban bőr- és nemi beteg gondozóban dolgozik. Most, ha bementek egy ilyen intézetbe, akkor ott mindenki, ülnek 20-an, mindenki bőrbeteg. Senki nem mondja, hogy a másik betegségben szenved. Na most Dunaújváros, ugye ő mondja, hogy, bocsánat, ugye rengetegen építették, Sztálinváros volt annak idején, férfiak elmentek, és a Maszói piramisról volt szó tegnap, hát igény, hát mi az igény, hogy kapjon egy forró ölelést. És rengeteg nemi betegségnek a lefolyása a mai napig találkozik Sztálinvárosban, ő most már Dunaújvárosnak hívják, vele. De most ez az Epstein-Barr vírus egy hasonló. Kanyarodjunk vissza, 2020-ra elérkeztünk, tehát az mRNA-s oltások esetén a szervezet szervezettől függően gyártja, és folyamatosan szórja ezeket a tüskéket, írtam magyarul, mint olyan. Ez egy folyamatos, készenléti állapotba kényszeríti a szervezetet.
ezáltal kimerülök. Mintha nem aludnál, egy folyamatos ilyen ugrásra készen lennél. Tehát az immunrendszer. Ezért a szervezet kimerül. Most valakinél jobban, valakinél kevésbé. Nem mindegy, hogy ez hogyan történik. Így merült fel, hogy oltás kivezetés, létezik a fogalom. Gyermekoltásoknál ugye bevett szokás, ha van gyermeketek, unokáitok, ha találtok egy olyan gyermekorvost, akkor eleve úgy mentek már oda, hogy vannak, amit be kell lett adni múlt időben, beszélni, mert most ebben vannak folyamatok, és eleve úgy ment oda a család, hogy oltás kivezetét csinálta. Például rátettek egy köpőt, vagy piócát, vagy nadályt, vagy homeopátiával megoldották. Van ilyen. Létezik ilyen. De ez nem csak az. Itt más is van. Mert kerülhetnek belé fizikálisan kikerülő, bekerülő anyagok, tehát a fecskendőből kikerül, az emberbe bekerül. Most eszembe jutott, hogy Romániának az átoltottsága 10... van bevallva. De aki ismeri az olát... Igen. Aki ismeri az olátokat, az tudja, hogy ez egy huncut ember. Országot is fognak kapni. Van is egy mondás, hogy az angol csinálja a pénzt, a magyar keresi, a román meg találja. Országot is találja. Tehát ez körülbelül egy olyan fele lehet a valóságnak. Tehát bekerülhetnek anyagok. Na most lehetnek az oltóanyagokba, például az Albert János, akit ismersz, nem tudom én, vannak származékok, benne szennyeződések fizikálisan. Vannak energetikai szennyeződések. Energetikában itt most nem megyek bele. És vannak hullámszerkezet torzuláshoz hasonló diszonáns elváltozások. Ugye Alfreddel úgy találkoztam először a neveddel, hogy az 5G ellente kiálltál, és úgy találkoztam hány éve? 6-7? Nem tudom pontosan. Tehát van egy ilyen is. És olyanok is, amiket én szerintem, meg gondolom majd ti szerintetek is, lehet, hogy majd 2 év múlva tudunk nevesíteni. Mert nem tudjuk. Lehet, hogy ez olyan, amire még most nem is gondolunk. Tehát lehetnek mellékhatások. Magától a szerves és vagy szervetlen vegyületektől, ők a test folyadékaival lebegnek, ők hatással vannak az ORP-re, oxidatív reduktív potenciál, nem nagyon terjedt el nálunk. Én a tanítványaimtól elvárom, hogy tudják, hogy ez micsoda. A pH rendszer terjedt el jobban. Ezt az ORP érték, aki akar, utána tud esetleg olvasni. Kapcsolódnak a sejtfalhoz és vagy a DNS-hez. És valami reverse transzkriptázzal visszaírhatnak, és ez felborítja a sejtek pici erőműveinek a finom harmonikus rezgését, mint olyanját. Tehát ezzel kell gondolni. Úgy lehetne, hogyha a rádiót, amivel fogod a... Mit szoktatok hallgatni? Mit érdemes hallgatni? Nem tudom, mit érdemes hallgatni, mert már csalódtam a Kossuthba, csalódtam a retróba. Mit... Jó zenét. Hát igen, de hol? Igen. Hát van egy jó adó, és azt a jó adóra ráhangolt vevődet, te elhangolod. Vagy magát az adót elhangolod. Például a retro rádióban nyomták, micsoda propagandát lenyomtak a retro rádióban, pedig a jó zene ott volt régen, még most is van talán, és mellette szépen beúsztatták, hogy mindenkinek kell. Bocsáss meg, csak hogy csendesen megjegyzem, hogy a zene is úgy hat az emberre, amilyen a tudata annak, aki ezt alkotja. Közismert, hogy a Pink Floyd az drogosokat képzett, mert drogos állapotra zenéltek. Így van, mert még lehetne mondani sok rock zenekart. Tehát közeg... Igen. Tehát közeg. Van olyan barátomék, akik jóga oktatók. Bíztak, benyalták. De mivel? Szatvikus életvitelt folytatnak, jogáznak, odafigyelnek, vegetáriánusok, egyelőre még nincsenek tüneteik. Egyelőre. Lehet, hogy majd lesz. Nem tudjuk. Adja Isten, ne legyen, vagy minél később legyen nekik. Tehát abszolút nem mindegy, hogy előtte ki milyen életvitelt, életmódot folytatott. Tehát aki eleve egy például a Zoltán tegyük fel, bekerül ugye, Nemész Zoltán, hogy szoktam a Mordorba, Budapestre, ezt te szoktad mondani, ő rá is hat az a tér,
De nem mindegy, hogy a közeg, az én testem, az én energetikai rendszerem milyen. És olyan is van, aki... Oké, hajtom. Tehát anyagok különbözősége. Például ugye vannak katonák, akik már nem katonák. Őtőlük van, én most nem mondom ki, de oda van írva. Jó? Hát így is próbáltok ugye spórolni annak idején. Aztán oltás, szelídítés és vagy kivezetés. Tehát a fejünkben az van, hogy bizonyos szövődmények eddig nem jelentkeztek. Ne is jelentkezzenek ezután. És a szennyeződéstől függ a terhelés megnyilvánulása. Most van, aki eleve gyengébb, tegyük fel allergiás, tegyük fel eleve alkatilag gyengébb, az nyilván sokkal nehezebben van, és van, aki terápiát kér és igényel. Valaki nem igényel terápiát. Megjelent egy ilyen fogalom, hogy rapid vagy turbórá. Gondolom már mindegyan hallottatok róla. Megnőtt azoknál az embereknél. És 2021 óta megnőtt. Akit érdekel, át tudom küldeni, nagyon sok ilyen hivatkozás van. Sérült sejt ellenőrizhetetlenné növekedik, burjánzóvá válik. Itt is van egy utalás, megkuló, bolgyógyász, tirs, tehát lehet őket, akit érdekel, át tudom küldeni. Ez egy rakat, több diányit meg tudnék tölteni ilyen jellegű hivatkozásokkal, amelyek megjelentek. Ez a gond nekünk magyaroknak, hogy világnyelv, és mindig ebben az illúzióban élünk, és nagyon sok magyar nem keres egyéb nyelveken lévő írásokat is. Tehát a mód ellenes hordozó lipid nanorészecskék egész testben elterjedtek, képesek kiválasztódni a teljességigényi lévő izzadság, gondoljunk egy kollégiumi szobá öltözőre, nyála, csontolózás, könny, tüsszentés, oda kapom önként a kezem, utána megfogom a hetes buszon a kapaszkodót, a másik ember jön, megfogja, hogy a nódusz utána eszi a szendvicsét, almáját. Anyatejjel beigazolódott, tehát nagyon sok kis mamát megvezettek, nekem is van ilyen tanítványom, utána szült kettőt, elment tőle mind a kettő, a harmadikat most élve megszülte, bízunk benne, hogy rendben lesz. Spermával, hüvelyváladékkal, és ezek átjuthatnak a transzplacentális gáton, tehát fiataljainkat, én is a három fiam van, már a legkisebb is 18, ez egy veszélyforrás. Tehát megpróbálom őket úgy figyelmeztetni erre, amennyire lehet. Tehát át lehet venni egy vakcinát testérintkezés által? A válasz? Igen. Étkezéssel, cukkinibe, répába, mit tudom én mibe, tehát a vegetáriánusokat sem kiméri. Zsuzsa, te vetítetted ma a szarvasmarhát, a csirkét és a vegetáriánusok ételébe is teszik, ha csak nem ők saját maguk termelik meg. Erről is van egy tanulmány. Megmarad? Egyelőre úgy tűnik, hogy igen. Halmozódik, koncentrálódik. Hogyan szabadulhatunk meg tőle? Én most utalok vissza az ötlete, Melnecki Zolitól vettem át, hogy a társ keresébe már megadják, hogy oltott vagy nem oltott az illető. Igaz-e, Zoli? Igen. Na most, igen, hát lehet így. De jelent azért valamit, mert a tudatosságot azért jelenti, hogy igen vagy nem. Tehát azért jelent azért valamit. Itt a Zsuzsával ezt átírtuk, transzkripció, a gén kifejeződés egyik szakasza az átírás, ez egy biokémiai folyamat, DNS-éről képződő, különböző RNS formák szintetizálódnak, és ez visszafordulhat, tehát oda-vissza mehet. Óriási jelentőség van a közegnek, mert ha ez egy terhelt közeg, volt szó a térről, az én lakhatásomról, panellakásban én is éltem 7 éven keresztül, az a tér, vagy ahol most élek térben, egy vályokházban, más számít. Nagyon-nagyon sokat számít. Igen, 5 csokor van, ez a szinkronizitás. 5 csokor, 5 perc. Jó, tehát az egyik alkottan, amit mondott az Alfred, hogy meghatározzuk, hogy ki milyen alkat. Én a Ájurvédát és a HK-ot is oktatom a tanítványaimnak, meg lehet nézni ki, hogyan születik, hogyan működik. Több irányból kap, mindegyik azt mondja, hogy életerőt fokozzuk.
Több irányból kapjuk az életerőnket, vannak, én azt mondtam, hogy transzgenerációs mintázatok, ezt én a Dagner Pélától vettem át, apámtól, anyámtól, több nemzedékről. Kapjuk légzésből, ugye többen mondtátok a pránájávát, ugye az átlag európai ember gyakorlatilag nem nagyon tud. Rossz mozgásból, mondta Alfred, ászana, mudra, ezeket oktatjuk, módosult tudat állapotok. Ennek vannak különböző fokozatai, tehát hogy eljussunk a meditációig, én azt gondolom, aki japánban szatorit gyakoroltam, hogy azért az tehát vannak lépcsői, azokat a lépcsőket el kellene, hogy érjük, és az udvarias japán az bólogat és mosolyog, amikor egy európai meditációról beszél. Példa, méhecske, méhes, fürdőruha, bejön, nem jön, pont. Táplálékból az átlag európai ember szerint innen kapjuk a legtöbb energiát. Na ezeket kellene a külső terhelő anyagokat megnézni, hogy légzés, víz, táplálék, gondolati entitások, megszállók, lidércek, démonok és egyebek, idéletes őket sorolni, ezeket először is mozgósítjuk, kivezetjük, ha tudjuk, és megakadályozzuk, hogy újból ő bekerüljön a szervezetünkbe. Ez egy terápiás rendszer. A terápiát mindenkinek meg lehet valósítani, és nagyon fontos, hogy ezeket a gócokat, mert a szervezet ugye védekezik, bezárja őket. Ezeket a gócokat, ha úgy van, fel kell törni, és ki tudjuk majd vezetni. És nem is gondolnánk, amit a Zsuzsa is mondott, hogy menjünk be a fürdőszobába, a konyhába, menjünk be utána a garázsba. Nézzük meg, hogy nagyon sok minden ugyanaz van garázs autóápolási cikkekben, mint a fürdőszobai ápolási cikkekben. Na és mi van a fiolában? Én vegyiparit végeztem. Mi van a fiolában? Kérdőjel. Hova megy? Hol rakódik le? Akinek erős a szervezete, az megbirkózik. Tünetmentes. Attól függetlenül átadhatja. Akinek gyenge a szervezete, azért úgy forró szállítmány, tehát a friss és új, mint egy inga, kibillentheti. Tehát egy picit, amikor először találkozunk valamivel, mindig megbillentünk. És utána keressük meg azt a rendszert. Amikre figyelni kellene, ilyen-olyan mikróbák, mérgező anyagok, genetikai törmelékek. Ugye én nemrég tudtam meg a Lourdi házban, hogy a bizonyos oltásokat egy gyermek magzaton, abortált magzaton. Magzat sejteket, minden igen. Oltásban benne van, minden Covid oltásban. Meg a gyermekkori védőoltások nagy részében. Ezt én ezt nem tudtam. És így. Van, amikor már... És felmerül, de nincs agyonva hallgatva, ugye a pszichoterapeuták, hogy a Dagner Bélától én tanulok sokat, felmerül, hogy egyre több ilyen nem tudja a fiú, hogy lány, a lány nem tudja, hogy fiú lenne. Vajon mi lehet? Tehát a személyiségben is lehetnek ilyen genetikai törvényeket következtében lévő elváltozások. Tehát nem tudják rendesen megtisztítani, lehet nem is akarják. Itt felírtam, hogy ne legyen szivárgó bélszindróma. Például a WC-kről le lehetne mérni, hogy valaki egészséges vagy nem. Hogy fosik, vagy kormányzott a székete, bocsánatot kérek a... 2 perc. Igen, értettem. Néhány konkrét terápiás eszköz. 3500 forint per hó alatt be lehet őket szerezni, nekem ezek beváltak, meg lehet nézni. Kimondottan jó részcseppeket is használunk, kimondottan nehéz fémterhelésekre vannak beállítva. Glutatiót használok, mindenféle ilyen-olyan amolyat. Látjátok, hogy sokféle csokrot szedtem én össze, bioinformációs készítmények, egyebeket szedtem össze. Mindjárt befejezzem, mert utána... Nem ez számít. Jó. A hatóanyag számít, ami benne van. Hogy alga. Azt mondják, hogy Magyarország ugye víz volt. Kérem szépen, megcsináltuk. Szkenedium, balatoni alga van benne. Tiszató alga. Ha eljöttök egyszer a Hortobágyra, el tudnak vinni benneteket az ősgyerre, ahol van két moszat, zöld alga, kék alga. Ős algák. Ott vannak a Hortobágyok. Igen, körgetem. Tehát speciális cseppek, ide kerékes terápiás jártassák, bioinformációs készítmény azért, mert ezt tudattal fel kell ébreszteni. Meg fizikailag is van. Ezt jelent olyan, mint a homeopátia. És
megvannak, sikerült megszerezni kapcsolati tőkének ála. Ő egy orosz. Ő egy amerikai. Brit. Hát megvannak a homeopatikus anyagok is. Ezek nem léteznek. Csak vannak. Igen. És tér, a tér szerkezetről ez az, amit csinálja a teret. Tehát azt mondom, hogy használjuk. Medvecki Zoltán barátom mondta, hogy az akkori magyaroknak lett volna üvegszálas technológia, nagy valószínűséggel használták volna. Igaz? Tehát az akkori kor az íjakhoz. Az akkori kor technikai eszköztárát mi is használjuk. Ez egy térmodulációs eszköz, amellyel tudjuk valamelyest a teret, a lakóterünket harmonizálni. Ugye Zsuzsa is használja, lehet, hogy néhányan már hallottatok róla, rezgőkörökről, antennákról, egyedekről. Michelről lehet, hogy hallottatok már, Alfred is használja, én is, vagy a Gárdjejevről, ő életét adta azért, őt is lehet használni. Ötleteket mondok most. Olyan ötleteket, amit be lehet építeni majd a praxisotokba, illetve otthon is tudjátok vinni. Erről beszéltem a homeopátiáról. Én pszichoterápiát is alkalmazok. Használjuk ugye a kép, ez egy hogy belülről megjelenített, kivetített képek rendszere. Ez egy terápiás eljárás, vagy a gestalt, ez is egy pszichoterápiás eljárás. Tehát ezért mondom, hogy a Földet hozzuk fel az égbe, az eget hozzuk le a Földre. Összegzésképpen csodaszerek mindig voltak, vannak, lesznek, legalább annyira biznisz, mint a gyógyszerbiznisz, hanem nagyobb, hanem nagyobb. Tehát nagyon jó a taraxacum officinale is a gyermekászfő, de nem elég ide, nem elég, de nagyon jó. Fizikai sík, energetikai sík, tudati síkon is kell, hogy dolgozzunk, ki mihez ért. És kérem a tisztelt kollégákat, ha van köztetek, tiszteljenek meg engemet is, csoportot is, hasonló, működő javaslatok megosztásával. Tehát én nyitott vagyok, tanulok a mai napig, pedig már 60-hoz közelebb vagyok, mint az 50-hez, tehát tanulni soha nem késő. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen. Csak egy pillanatra elfejtettem, az előbb akartam egy kicsit mondani is valamit. Ugye közeledik a napforduló, kérek mindenkit, hogy ha teheti, akkor a Teremtő Isten ünnepén ünnepelje meg. Mondom azt is, hogy mi Cserépfalun, pont a Kaptárköveknél akújtott eszembe, hogy ezt azért szólunk, Kaptárköveknél tartjuk. Csütörtökön, jövő héten csütörtökön este 6-kor, ha valakit érdekel, oda is szívesen várjuk. Minden évben szervezünk Csíksomjóra buszutazást, az idén is, hogyha valaki szívesen jönne velünk, van hely, és ez is egy nagyon nagyszerű dolog, 3 napos, nem csak a déli nagyünnepre, elmegyünk a Csángó misére, a reggeli napvárásra, ezek nagyon fontos. Én magam minden évben egy évig sikerül föltöltődnöm, ha valakit érdekel, busszal megyünk és busszal jövünk, nem drága, tehát az is lehet. És még egy ilyet jelentenék be, hogy szervezünk augusztus 20-ától Törökországba egy utat, ami végig menne a szkíta történeten, tehát Nimród sírjától kezdve minden, ami ott van, plusz bibliai történetek, Vantó környéke, Mária szülőháza, stb. Tehát 20 napos, de ami létezik, fontos, Törökországban mindent meglátogatnánk. Ha valaki, akkor ezzel a csapattal jönni. Szívesen benne van az is. Göbekli tepe, sőt, van egy új, ami 15 ezer éves, az is benne van, azt még nem is reklámozták. Tehát mindent beleveszünk, ami fontos és ami jó. Köszönöm szépen. Az jelentkezzen majd. Köszönjük. Na és akkor tarthatjuk az eredeti sorrendet, mert éppen megjött kis Eszter. Úgyhogy az antropozófus orvoslásról, betegségek okáról, céljáról, értelméről, gyermekbetegségek szerepéről, az én és az immunrendszer szerepéről, ezt mondtad, vagy írtad előre, ugye? De megmondod, hogy mire ott beszélsz, és akkor úgy is jó lesz. Gyere, van valami betegeli való? Akkor itt van egy ilyen.
Szeretettel köszöntöm a társaságot. Csak sokkal közelebb. Aha, nem a mikrofonos előadáshoz vagyok szokva. Akkor szoktam. Sajnálom, hogy így beestem így erre a rendezvényre. Egyébként egy hasonló tematikában egy másik korábbi elkötelezettségem volt, ahol konzulensként részt vettem, és ott egy záró hétvége volt, úgyhogy így történt ez, hogy így becsöppenek majd valamikor, de akkor úgy tűnik, hogy nagyon most jöttem fel a lépcsőn, úgyhogy egy kicsikét belehelyezkedek ebbe a szerepbe, hogy itt van ennyi ember, és hogy miről lehetett eddig szó, az nyilván most így előttem titok, és remélem, hogy nem úgy ültök majd itt, hogy ezt már hallottuk, de akkor szabadon mindenki szóljon bele, és akkor váltok a témával. Szegedről jöttem, Kis Eszter vagyok, ahogy a Józsi bemutatott, és ott antropozókus orvos homeopataként dolgozom. Négy gyermeknek vagyok az anyukája, ez egy szintén egy másik olyan szakma, amit szerintem így, akik sok gyerekesek, azok így tudják, hogy miről beszélek, már ők felnőttek, és hát 15 éve már szinte csak úgy elszakadtam az akadémikus gyógyászatnak attól a részétől, ami a szigorúan kuratív, tehát hogy a gyógyító, gyógyszerfelírási jelleget adná az én munkásságomhoz. Megmaradtam így közreműködőként, kapcsolatban vagyok kollégákkal, és szerencsére most az elmúlt pár évben van egy ilyen tapasztalat, mert ez mindig pessimistán állunk hozzá, hogy kik vagyunk mi így a másképp gondolkodók világában, hogy az akadémikus rendszerben egyre több az olyan kollega, akik abban, hát nem csak csalódva, de mondjuk a látásmódjuk bővülve, így érdeklődve fordulnak az olyan gyógymódok irányába, amit meghatározhatjuk úgy, hogy alternatív gyógymód, ezt azért nem szeretik az alternatív gyógyászok, mert sokszor nem arról van szó, hogy ha van valami a kémiai oldalon az akadémikus rendszerben, akkor mi tudunk mondani kémiai oldalon egy kevésbé ártalmas anyagot, ezt a betegek szeretik így kérni. Na most így elcsíptem az előadás legvégét, és ez nagyon jól tudok kapcsolódni, hogy a komplexitás a lényeg. Tehát valójában a holisztikusságban az a lényeges, hogy a fizikai testen túl kiterjesszük a megértésünket arra, hogy van egyfajta élettestünk, vitáltestünk, lelkületünk és valamiféle szellemiségünk, amivel ebben a világba érkezünk. Úgyhogy én azt a témát, amit most itt címként megjelöltünk, igazság szerint jóvá hagyta, tehát hogy így a tematikában ez a cím illet bele, és akkor én azt mondtam, hogy ez remek, ez egy jó felvetés arra, hogy ilyenekről beszélgessünk. Azt én elég messziről kezdeném, és remélem, hogy most senki nem áll így föl, mert hogy egészen visszamennék a bölcsek korához, az ősi Indiába, de hogy meg fogunk érkezni napjainkban viszonylag gyorsan, hogy senki ne ijedjen meg. Valójában egy olyan ívet szeretnék felrajzolni az orvoslás történetében, történelmében, amit talán így az emberi születéstől a halálunkig egy szintén egy hasonló ívet le tudunk rajzolni, ezt a kettőt valahogy megpróbáljuk így párhuzamba hozni. És akkor ezzel szeretném így kifejezni, hogy én mit gondolok arról, hogy a betegségeknek mik az okai, és mik az immunrendszer hatékony működési módjai. Szóval, ha visszamegyünk az ősi Indiába, én olyan kultúrkorszakokat szeretnék végigmutatni, ahol már azért van ilyen történelmi feljegyzésünk, van tudásunk arról, hogy az ottani emberek akkor hogy éltek. Természetesen, mint minden tudomány, a történészet is, vagy a történészek is, vagy a történelemmel foglalkozókat is megfertőzi úgy a materializmus, hogy itt megragadják az anyagot, és akkor ott nem biztos, hogy tudjuk már értelmezni, hogy amit akkor találtunk, az valójában mit jelent. Az én megértésemben, hogyha így visszamegyünk ilyen történészeti korokba, akkor sokkal, ha holisztikusan szemléljük, akkor sokkal gazdagabb múltat találunk ott attól, mint hogy mibe hihettek, vagy milyen babonáik voltak, vagy mennyire voltak buták mondjuk az akkori emberek, tehát hogy erről szó sincsen. Szóval, hogy visszamegyünk az ősi Indiába, a bölcsek korába, a hét szent Rishi, a védák tanának az időszakába, és ott megfigyeljük, hogy milyen lelkülettel álltak benne az emberek a világban,
akkor azt tapasztaljuk, hogy az a hagyomány maradt onnan fönn, és azokat látjuk, hogy az akkori emberek, az akkori életükben, valójában minden találkozásban, két ember egymás közötti találkozásában megélték a másiknak a lényét, a lényiségét. Ez ugye még ma is fönnmaradt ebben a bizonyos namaszté, én látom benned az Isten, te látod bennem az Istenféle üdvözlésben, és tudták nagyon jól, hogy az, amit így a fizikai testünkbe leszállva mi érzékelünk, az egy látszatvilág, ők úgy hívták, hogy máját, tehát ez a látszatvilág csupán, egy ilyen árnyékvilág, a test csupán csak a lénynek egyfajta fizikai látszata. Hát úgy is fogalmazhatok, hogy akkor így a szellemvilág még nagyon erőteljesen átitatta a testet, és egy ilyen átjáró edény volt gyakorlatilag a test a benne lévő lényiség számára. Tehát a test és a szellem valami olyan együttélésben léteztek akkor, ami mindenki számára egyformán érzékelhető volt az akkori kor népének a szemében. Ezeknek a ősi indiai múltnak az orvoslása kapcsán azért olyan sokat tudunk, mert hogy az ajurvédában fennmaradtak ezek a módszerek, amit ők akkor használtak, hogy megint csak az utolsó előadás utolsó pár mondatából, amit elcsíptem, ezt is lehet materializálni, tehát lehet belőle anyagot csinálni, és azt mondani, hogy akkor az ajurvédikusban ez működött, kivonom belőle azt, amitől ez működött, és pusztán egy tényt vagy egy anyagot oda teszek, ez nem kiváltható így ezzel együtt, tehát hogy ez egyben értékelendő. Egy picit tovább megyünk a történelmi korokban, és mondjuk az óperzsa időszakban, Mezopotámiába lépünk tovább, akkor ott ugye Zarathustra, napkultusz, ezt találjuk ott a régi leírásokban. Itt megfigyeltünk egy olyan jelenséget, hogy már nem annyira közvetlen az emberiségnek a kapcsolata az őt átitató szellemvilággal, hanem azt láthatjuk, hogy az akkori koroknak a népei a csillagvilághoz tekintettek fel. Tehát, hogy a csillagvilágban ők a szellemi lények megnyilvánulásait tapasztalták, és ez már mint egy mediátor megjelenik. Tehát azt látjuk, mintha az egész emberiség ettől a szellemvilágtól már egy lépéssel beljebb került volna, és egyfajta mediáció a csillagvilág olvasata kapcsán kerülnek ezzel a világgal kapcsolatban, hogy a napkeleti bölcsek, hogy olvastak a csillagbölcsességből, ebből lehet ezekre a dolgokra következtetni. Itt vannak ilyen leírások bizonyos misztérium iskolákról, és hogyha össze akarjuk kapcsolni ezt a hitvilágot, ugye ez most így az ő szempontjukból, tehát hogy visszamegyünk egy olyan embernek a lelkületében, akkor itt nem hitvilágról van szó számukra, ez bizonyosság volt. Két ember, aki az olimpiai korszakban vagy Mezopotámia utcáin sétálgatva nem beszélgetett arról, hogy te hiszel-e Istenbe, én nem. Tehát, hogy ez egy ilyen kölcsönös, általános megélés volt. Lefordíthatjuk úgy is, hogy az akkori emberek nem holmi babonákat találtak ki, mert utábbak voltak, bezzegni most már milyen okosak lettünk, hanem a tudatosság volt egy másfajta szinten, és ezzel együtt ugye a szellemi megélés volt egy magasabb szinten. És azt látjuk, hogy ezekben a misztérium iskolákban, ahol ezeket a csillagbölcsességeket kiolvasták, ott mindig volt egyfajta gyógyászat. Tehát, hogy az a kapcsolódás a szellemvilághoz, az kapcsolódott a gyógyászattal is, és egyébként a művészettel is. Tehát, hogy ennek a hármasságnak az egysége akkor még így egyet jelentett, hogy a művész ilyen gyógyulni, vagy a gyógyulás maga, az azt jelentett, hogy visszavezetődni a szellemi felé. Még egy picikét lépjünk tovább, és látjuk, hogy a fizikai test egyre jobban elszakad ettől a megértéstől, és most elmegyünk most már az óegyiptomi kultúrkorszakba, ahol már azért a fizikum tényleg elszakadt, tehát ott már vezetők kapcsán tudtak kapcsolatba kerülni a szellemi világgal, de azt is látjuk, hogy ott képesek voltak azért még olyan számunkra jelenleg ember feletti nem megmagyarázható dolgokra, mint például mondjuk a súlytalanság létrehozása. Ugye ezek nem csak Egyiptom története, hogyha elvándorolunk skóciai ország vidékekre, tehát hogy ott ezek a mezolit kultúráknak ennek nyomai vannak, hogy hatalmas kövek megmozgatásával, ami számunkra nem elképzelhető, ugye nem is tudjuk, hogy készíthették el ezeket az építményeket. Olyan pontossággal, olyan eszközök nélkül, amik nekik nem voltak nekünk még, most ha vannak, sem tudnánk létrehozni ezeket az építményeket, hogy mondjuk a téli napforduló egyetlen napján
a nap úgy világítson be egy kis hasadékba, hogy megvilágítson valamit. Tehát ez elképzelhetetlen a mai ember számára, főleg az akkori eszközökkel. Ma sem tudnánk ezt így megcsinálni. És akkor azt látjuk, hogy már ez nem mindenki számára, nem az egész a nép számára elérhető ez a szellemi tudás, hanem beavatási helyek voltak, ahol újra találkozás, egy új beavatási hely tudott megtörténni a szellemi lényekkel, és itt is mindig gyógyít, ez a gyógyítással egybekötött orvospapok egy kalap alá véve tartozhattak. Tehát nincs már egy ilyen közvetlen együttélés ezzel a szellemi világgal. És itt már az óegyiptomi kultúrkorszakban már látunk egyfajta megismerési vágyat, tehát egyfajta ismeretszerzési kedv megkezdődik a tudatosságnak egy olyan fokán, már nem csak ez az át szellemvilágra való kapcsolódási igény, hanem a fizikai világ egyfajta érzékszervű benyomások alapján történő feltérképezése is elindul, ami szépen így utat tör magának a tudománynak nevezett világunkba. És akkor most már tovább lépünk a következő kultúrkorszakba, vagy a görög-római kultúrkorba, ha lépünk, akkor ugye azt lehet mondani, hogy teljesen ott vannak a tudományok atya. Tehát ott már az emberiség egyfajta, tényleg egyfajta hanyatlást él meg ebbe az istenségbe. Ezt ugye az Edda története jól jelzi az istenek alkonyát, hogy megélik ezt, hogy már nincs egy ilyen kapcsolat, és már nem is mindig pontosak a leírások. Kapcsolják, ugye érzékelik még a csillagvilágot, érzékelik még a bolygóvilágot, tudják még a neveiket, érzik, hogy szellemi lények és azoknak a hatásai működnek egyáltalán a világ egységbe, de már nem olyan közvetlen a kapcsolat. Ugyanakkor még mindig ugyanazt tudjuk mondani, hogy van egy ilyen papi, orvosi, művészeti egység, tehát hogy a művészet akkor még azt jelentette, hogy én a szellemvilágból le tudok hozni valamit, de nem közvetlenül, mert már nem kapcsolódnak úgy, ugye a Homérosz is úgy kezdődik, hogy egy múzsát szólítunk meg, és szólítanak meg, múzsán keresztül tudják ezeket a szellemi tartalmakat lehozni. Komolyan? Jó, akkor gyorsan haladunk, mert az orvoslás történelménél ki akarok kötni. Ugye ide sorolhat, itt kezdhetjük el Hippokratésznél megfigyelni azt, hogy ez egy választóvonal. Időszámításunk előtt 450-500, ez egy választóvonal. Itt a megismerésnek egy olyan foka, és a tudományosságnak egy olyan foka indul el, ahol már a mai orvostudomány is azt mondja, hogy Hippokratésszel valami elindul, legyen ő az orvoslás atya. De valójában mi történik? Ő még egy beavatott személy, ő még ugye Asklépiosz templomához tartozik, ő még érzékeli, áthallja, sőt, a fizikaiságban még annyira bele se tagozódik, annyira vitális világot tapogatja le, hogy nedveket ír le. Amire ma a tudomány azt mondja, megnéztük, nem találtuk ott, nincs sárga epen, de ő egy éteri világot ír le, ő egy netftant ír le, mert még nem tagozódik bele úgy a fizikaiságba. De már elindul egy olyan konzekvens megfigyelési út, amire az jelenlegi orvostudomány is azt tudja mondani, hogy Hippokratész, mint a tudomány, az orvostudomány atya megjelenik. És akkor gyorsan lépjünk nagyot, még itt Paracelsus nevét emeljük ki. Innentől kezdve elindul egy ilyen erőteljes halványodás, hogy tudjuk, hogy honnan származunk, mi a szellemi lényiségünknek az értelme, lényege, mik mozgatják a világot, egyre inkább fogy el ez, ahogy nő a tudásunk erről, a tudatosságunk, a fizikai világunkról, úgy fogy el a szellemi megismerésnek a tartalma. Ez nem rossz, ez egy kötelező jelleg, így válik az ember függetlenné attól, hogy mi van, és így tud a fizikai szabadság megteremtődni az emberben. Ezt is, hogyha odaérünk, hogy a molekuláris biológia korát éljük, most nagyon nagyot ugrottam, még Paracelsust szerettem volna megemlíteni, aki még ott az 1550-es években ugye még egy ilyen egyfajta áthallással ő még leírja, hogy mire lenne szükség egy egységes holisztikus gyógyításhoz, kozmológiára, azaz megérteni a makrokozmoszt és a bennünk lévő mikrokozmosz egységét, filozófiára, azaz egy olyan gondolkodásmódra, ami a szellemiből fakad, és annak a tudományosságának és következetességének a gondolkodásmódjával átitatott, alkímiára, azaz a természet anyagainak az olyan szintű átjárására, ami őket visszavezeti a szellemiségbe, és bennünk ezáltal gyógyító anyagokként működik,
és az orvos belső iskolázási útjára, tehát hogy az önnevelésre. Ő még ennek a négyről sokat ír. És megérkezik, szakadunk el egyre inkább, elszakadunk ettől az egésztől, haladunk bele a megismerésbe, megyünk nagyon közel az anyaghoz, már olyan közel vagyunk az anyaghoz, hogy gyakorlatilag közelebb már nem tudunk menni. Azt mondjuk, hogy baromira mindent tudunk róla, a molekuláris biológia azt mondja, hogy mindent lát, mindent tud valójában. Ezek ugye nem konkrét tudások, tehát hogy teóriák vannak, és gyakorlatilag működési modelleket tudunk megállapítani az orvostudományban, meg már egész egyszerűen algoritmusokra építünk, tehát hogy annyira elszakad mindenféle olyan, már is elszakad, hogy tényleg, azt, tényleg mondjuk-e, hogy tényleg látjuk-e azt, amiről mondjuk, hogy látjuk és tudunk róluk. És hogy egy kicsit ezt kapcsoljam így az ember is ember fejlődéséhez, valahol a gyermek is a születésétől kezdve körülbelül 21 éves koráig, jellemzően az első 7 évben, ahogy a tudatossága nő, ő sem butaként születik és megokosodik egyszerre, hanem a tudatosság, tehát itt most nem az intellektusról beszélünk, hanem a tudatosság fokáról, hogy ugyanez a dolog történik egy születésnél, hogy az ember egyre inkább belülre kerül a testébe, és ahogy az birtokba veszi, egyre inkább a tudatosságra képes lesz. Aztán az intellektus ennek mentén ki tud épülni, és 21 éves korára már a szellemi teljesítő képességének a maximumán van, utána már egy 69 éves ember nem lesz sokkal okosabb, maximum tudásanyag lesz a fejében, az intellektusában nem tud már tovább erősödni. Mi történik akkor, amikor elszakadunk ettől az egésztől, és kialakítunk egyfajta zárt éliséget a világunkban? Kell tudni lenni egy olyan képességnek, ami meghatározza, hogy mi vagyok én, és mi nem vagyok én a világból. Ez ugye az immunrendszerünknek az alapja, itt kezdődik az, hogy én ezt meg tudom határozni, vagy sem. És vegyünk nagyon egyszerű működési modelleket, hogyha ebbe a lezárt éniségbe egy külső idegenség kerül be, teszem azt például egy szálka, akkor mi történik a szervezetben? Jelzi, hogy ez nem én vagyok, és mi alakul ki? Fiziológiásan, azaz normál működés címterén egy gyulladás. Oda megy az erő, kialakul ott a lüktetés, a hőmérséklet, oda viszi az anyagokat, föloldja és kilöki magából a szervezet. Ez legyen fizikailag egy szálka, de lelkileg lehet ez valakinek, hogy beszólt a főnöke, vagy mondjuk az az intézkedés, hogy engem kötelező oltásokra késztetnek. Ez nekem egy idegenség, én ez ellen valamiféle generalizáltan is kidolgozhatok valamit, és lázas állapotokat eredményezhetek. Ezt az orvoslásban mi akut betegségeknek hívjuk, és egy olyan halmaznak, amire azt mondjuk, hogy egyébként ez lemegy magától. Ez az immunrendszernek a működés, és a gyereknek erre képesnek kell lennie, hogy elkezdje tudni megtanulni, hogy mi vagyok én, és mi nem vagyok én. És ezért van az, hogy a gyermekbetegségek kapcsán gyakorlatilag szeretnénk, ha az ő immunrendszere, ez az én vagyok, nem én vagyok című rendszere, a lázas és gyulladásos betegségek útján, amik mederben vannak tartva és a megfelelő módon kezelve, kidolgozza magából, megedze ezt a folyamatot. Ez az, amiben már a materialista világunk, mivel nem csak a megismerés fokozódik, és nem csak a tudományosságának a tudományossága növelhető, ez már nem növelhető tovább, nyilván vannak ebben gonoszságok is, hogy mire használják fel ezt az egészet, kialakítanak olyan külső hatásokat és olyan külső tényezőket, hogy mondjuk ezeket ne lehessen, ellehetetlenítsék, tehát hogy ne tudjon kialakulni ez a természetes gyulladásos folyamat. És akkor egy másik nagy témakör a krónikus betegségek, hogy miért van az, hogy megint próbál begyulladni, nem sikerül neki, ez már ugye a civilizált világunknak a következménye, hogy mennyire leszennyezett a szervezetünk, mennyire van bennünk a válaszkészség, szerintem erről is sokat lesz szó, az ő gazdaság, stb. Nem tudom, hogy állok idővel, hány percet vagyok. Régen állt, jó, rendben. Tehát, hogy lezárom, igen. Ezzel szerettem volna így összefűzni, hogy az orvoslás történetében honnan jövünk, és esetleg elővetíteni azt, hogy merre tarthatunk, hogy ugyanígy megtalálni. Miután már megmerítkeztünk az anyagban, és megnéztük, hogy mi az, ami megnézhető, újra visszatalálni egyfajta holisztikus lelki-szellemi egységhez, hogy ez lehetne az irány. Ebben viszont ugyanezt hagyni kell, hogy amikor az egyén megmerítkezik a saját fizikai testébe, akkor bizonyos betegségek, szenvedések esetleg lát, gyerekeknél végképp akut betegsége során megtanulja, kiépítse magába azt az egészséges immunitást, amivel ő szabad és tiszta közegben tud a világgal találkozni. Köszönöm szépen!
beszélgetés utána, és akkor gondolkodj rajta, hogy mi az az egy-két mondat, amit kiemelnek, hogy fontos lenne tenni a mindenki. Jó, köszönjük szépen, és akkor... Várjál! Jó. Nincsen szünet. Hello. Maria. Majd a beszélgetés előtt csinálunk szünetet, jó? Maria. Csak az meneküljön, akinek nagyon fontos. Aki menekül a WHO elől, ott szünetet. Most jó itt? Most egy olyan csipet adtam neki, ami nem annyira jogi. Németül heißt der stille Putsch der WHO. Hát magyarul is hívják, hogy a WHO csendes és rejtett államcsínye. Na most két szerződés van folyamatban. Erről a legtöbben tudnak már, ez a nemzetközi egészségügyi rendeletek, ez a angolul International Health Regulation, ez 1969-ben kezdődött, és a másik a pandémia szerződés. Ez van a legtöbb fogalomban, akik valamit hallottak róla, az a pandémia szerződés, az ami léte, amit az emberek már ismernek. Na most a WHO alapításáról kell egy kicsit beszéljünk. A WHO alapítása 1948-ban történt, és a WHO, meg kell mondjam, hogy két alapítója van. Az egyik egy angol alapítvány, az a Wellcome Trust, az volt nagyon komoly szerepe benne, és ez a Brock Kisholm. Na most egy a Brock Kisholm,
Ez egy kanadai sanitéter volt a második világháborúban, és a második világháborúban el is végezte utána aztán az orvosi egyetemet, hát egy pszichiáter volt, és a lényeg az, hogy ő már nyíltan, már amikor már, hogy mondjam, sanitéter volt, meg ilyesmi, már nyíltan hirdette, hogy szükséges az emberek agyából mindent kitörölni, hogy hazához való hűséget, vallási dogmát, az emberek elméjéből minden kötelezettséget, családi kötelezettséget, hogy egy racionális világkormányt tudjanak létrehozni, és ő lett gyakorlatilag a WHO-nak az első direktora, elnöke. Na most a WHO alapítása az történt 1948. április 7-én, és a szervezetnek van egy alkotmánya, és ez az alkotmány szerint a 19-es és a 20-as cikk szerint a WHO az tud mindenféle egyezményeket kötni, tárgyalni, megállapodásokat elfogadni, szóval hát ad neki az egy mozgási lehetőséget. Na most akkor megyünk tovább. A 1969-ben bocsátották el ezt a nemzetközi egészségügyi szabályzatot, ezt az International Health Regulation. Ez egy létező, jogilag kötelező érvényes dokumentum, amelyet minden tagállam elfogadott. Ezt mindenki elfogadta, úgyhogy ez egy nemzetközi jogi dolog lett. Na most még egyszer visszatérünk erre a két szerződésre. Hogy most majd elmondom erről is, hogy mi a kettő között a különbség. Tehát lényeg az, hogy az most már azt hiszem mindenki megértette, hogy ez az egyik, a nemzetközi egészségügyi szabályzatok, ez az International Health Regulation, ez már egy létező valami. Na most a pandémia szerződés az viszont egy tiszta új valami. A lényeg az, hogy ebben a Covid idejében kezdődött ez az egész história. Akkor ugyanis azt határozták el, hogy az International Health Regulation-t azt megszigorítják, és hogy kell egy új pandémia szerződés is. Na, most mi vár ránk ezzel a két szerződéssel? Ha ez a két szerződés átmegy, én csak most egy kicsit előben már mutatom, hogy felbecsülhetetlen költségek fognak ránk szakadni, mert nincsen az semmi számadási kötelezettség, nincs is felelősség, itt senki se felelős semmiért se, és nincs joghatóság se, amivel mi a káraikat valahol is be tudnánk hajtani. Mert ugye nincsen egy ilyen világbíróság, ugyan létezik ez a hágai büntetőbíróság, de mire az megmozdul, az is beletart. Úgyhogy, és semmilyen nemzeti bíróságnak nincs ehhez köze gyakorlatilag. Na most menjünk, nézzük meg ennek a kedves mostani WHO direktornak a múltját. Hát ez a kedves Tedros 2017-ben lett WHO direktor, és ez úgy lett direktor, hogy ő volt az egyetlen jelölt. És hát ez a Bill Gates szedte föl. Lényeg az, hogy jót szedett föl mindenképpen. Na, a lényeg az, hogy vagy válasszátok, vagy nem. Szóval ez így ment. És na most a múltja viszont olyan, hogy 1991-ben belépett az etiópiai kommunista pártba, ami 1976 óta már mint a terrorista szervezetek listáján van, ez a remek párt. Na most ez a párt 1988-ban átvette a vezetést az Etiópiába, és hát a kormányt alakított, és a Tedros ebbe a remek kormányba először egészségügyi miniszter, majd külügyminiszter volt. És lényeg az, hogy ez a kormány rengeteg disznóságot csinált, hát azt gondolom, hogy most azt nem akarom nektek nagyon olvasni, de ebben gyilkosságok, kínzások, mindenek voltak, és ebbe a Tedrosnak gyakorlatilag alaposan része volt. Úgyhogy 2015-ben az Amnesty International is jelentette, hogy micsoda kínzások voltak ott egy egyszerű rendőrkapitányságon.
Úgyhogy és ennek a terror ennek a terror rezsimnek volt a Tedros egy aktív tagja. Tehát azt jelenti, hogy ezekben a különböző törzseknek a lemészállásában ez az embernek biztos, hogy a keze benne van. Na most nézzük meg a WHO finanszírozását. A WHO-nak a nagy része, a tagállamok egyre kevesebbet fizettek, ez Amerika vezette be, kb. 2000 óta kezdték a WHO-t kiszárítani, tehát azt jelenti, hogy a WHO a tagállamoktól egyre kevesebb pénzt kap. Amit hát mondok nektek, hogy 2022-ben Magyarország már egy fishinget nem adott a WHO-nak. Ez tény, nincs az elszámolásban, szóval Magyarország sehol sincs. Na a legnagyobb fizetett az a pénzadója a WHO-nak az Egyesült Államok jelenleg, de hát az általában így volt, csak a Trumpnál volt egy törés, és az van itt, hogy ma a Németország második helyen. Most ezt azt kell mondjam, hogy ez nem stimmel egészen, mert a WHO-nak ad pénzt ez az Európai Komisszió is, akkor a Gavi is, mert a németek nagyon sok ilyen alszervezetekbe adnak be pénzt, amik más néven tűnnek föl. Úgyhogy tulajdonképpen a WHO-nak az első finanszírozója Németország, második finanszírozója USA, és a harmadik legfontosabb finanszírozója az a Bill és a Melinda Gates alapítvány, Foundation. Na most a WHO alkotmánya, itt van megint, visszatérünk az alkotmányba, és ez nagyon fontos, ez egy életfontosságú cikk. Amikor én elolvastam a WHO-ban, én azzal kezdtem, amikor a WHO-val elkezdtem foglalkozni, rögtön leültem és elolvastam a WHO alkotmánya. Na mondom, mi van az alkotmányban. És hát ez az 57. cikket százszor elolvastam, tehát ez nem lehet igaz. Az 57. cikkben be van írva, hogy ő mindenféle ajándékot, hagyatékot elfogadhat, és aki odaad a WHO-nak valamit, az meg is határozhatja, hogy mit csinálhat a WHO ezzel a pénzzel. És ezzel tulajdonképpen a korrupció legmagasabb szintjén vagyunk, mert ezek olyan érdekelt dolgok, ugye a gyógyszergyár, meg ilyenek, és az van beírva, hát hogyha összhangban van az egészségügyel, vagy az egészségtanák széleivel. Hát az nekik nem probléma, ugye? Úgyhogy ezzel tulajdonképpen a WHO most már úgy van, hogy kb. 80%-ban ezektől a kedves szervezetektől van finanszírozva, és ezzel teljesen tulajdonképpen egy privát szervezet, aki most már a népeknek a virgét mondja meg, hogy mi az egészségünk. Hát ez szerintem ez nagy fogalom kell, hogy legyen. Most akkor menjünk ezekre a szerződésekre, amit pontosan meg fog magyarázni, hogy hogy működnek ezek. Most az a kérdés, hogy biztos kérdezitek, hogy keletkezett ez az egész sztori, hogy az International Health Regulation-t megszigorítják, ami már létező, és még kell egy pandémia szerződés. Na most az a helyzet, hogy ezek a máglások, ezek a pénzoligarchiák, akivel tegnap foglalkoztunk, ezek nagyon vágyódnak egy hatalom iránt és egy világkormány iránt. Na most, ők adnak pénzt, meghatározzák pontosan a WHO-nak, hogy mit csináljon, de viszont ők nincs nekik szavazati joguk ebbe a világegészségügyi közgyűlésbe, ahol az államok csücsülnek. De hát tulajdonképpen azzal ők, hogy még irányítják a WHO-t már, még nincs teljesen a zsebükbe a világhatalom. Na most, mivel nekik nincs szavazati joguk, kerestek egy államot, és háromszor szabad nektek kitalálni, hogy melyik állam volt, aki hajlandó az ő ötleteiket ugye támogatni. Hát kit találtak? Mert ugye a német közönséget, ha megkérdezem, hát rögtön elkezdenek röhögni, mert tudják, hogy a németek voltak, ugye? A németeket mindenre, meg minden disznóságra meg lehet főzni, és meg is főzték, és a Frau Merkel az csinált egy ilyen határozat javaslatot, hogy csináljuk ezeket a dolgokat. És ehhez hát persze Németország nem mehetett a közgyűlésbe úgy be, hogy ő ezt csak egyedül ajánlja. Próbált keresni partnereket, hát talált is 30 országot,
te 30, én elolvastam ezt a 30 országot, hogy a mini országokat, mint Togo, meg Fidzsi szigetek, szóval ilyeneket találsz, egészen mini országok vannak benne, és akkor ezzel bevonultak hát a Herr Spahn annak idején az egészségügyi miniszterünk, annak idején, hogy 2020-ban már, és hogy mondjam, nem volt neki egyszerű dolga, nagyon kellett masírozni a társaságot, hogy ez mennyire fontos, ez mennyire kell, és hát a masírozásának volt is sikere, úgyhogy végül is hát eldöntötték, hogy ezt csinálják, ezt a kedves dolgot, ugye ezt a két dolgot, mert hát ugye már májusban már ugye tombolt ez a pandémia, és akkor eldöntötték, hogy úgy határoztak, hogy megkezdik a tárgyalásokat, ugye megkezdik ezekről a nemzetközi szerződésekről, és hát 2021. december 1-én a 194 tag meg is egyezett arról, hogy hát ezt a nemzetközi eszközöket létrehozzák, ugye, hogy hát jobban elő legyenek készülve a járványokra, ugye? És hát a kitűzés, ugye, hogy a világjárványok kockázata egy jobban nyomon követség, főleg az állatoknál. Ez egy nagyon központi téma volt, mindig az állatok, és azok maradnak is. Na most akkor elkezdődött 2022. augusztusában, mondjam már, akár megvolt a munkaterv, elkezdtek dolgozni ezen a sztorin. 2023-ban már megvolt az utolsó tárgyalás. Erről a két dologról be is számolt, mert két munkacsoport van, a pandémia szerződés, meg ugye hát az IHAR, mindegyiknek van egy saját munkacsoportja, és ebben a munkacsoportban hát megvolt az utolsó tárgyalás, megegyeztek, hogy valószínűleg a 2024-ben, ami most májusban lesz, ugye, hogy el fogják bocsátani ezt a két szerződést, és hát ezzel a WHO fog kapni egy 50 milliárdos, minimum 50 milliárdos költségvetés. Arról is fogunk majd beszélni, hogy fogják ezteket elbocsátani. Na mostan a pandémia szerződés tervezete, a WHO, ő lesz a vezető, koordináló hatóság, ugye már a WHO gyors hozzáféréseket akar minden területhez, ahol felmérik, ugye, hogy mi van, a szakértő csoportokat küldenek mindenhova, világjárványra reagáló termékeket, azokat is állandóan fogják gyártani, és a gyógyszeripar is fel lesz dobva, szerintem mindenki állandóan pandémiába fogunk élni, és biztos kérdezitek azt, hogy minek ez a két szerződés. Most mindjárt viszem is tovább, hogy tulajdonképpen még mi van ebben a pandémia szerződésben, hogy miért kell ez a két szerződés. Azért, mert az International Health Regulation, ez az egészségügyi szabályzatok, ami már mondjuk létezik, az csak egy pandémia idején érvényes. Na most, egy tragédia, minden pandémia egyszer befejeződik. És akkor ott állunk minden nélkül. És ezt a lukat kell kitölteni ezzel a pandémia szerződéssel. Tehát ha befejeztük az egyik pandémiát, akkor készülnünk kell persze a következő pandémiára, ugye? Úgyhogy gyártanunk kell teszteket már előre, védőruhákat, kesztyüket, vakcinákat, minden hülyeségeket, azért, hogy el legyünk készülve. Tehát azt jelenti, hogy ez a, hát már egy 60 vírus van kb. Már hogy mondjam, útikészen. Úgyhogy lényeg az, hogy mi állandóan egy pandémi módusban élünk, de hát a pandémiában, pandémi előtt, pandémi után, szóval egyfolytában csak pandémia. Akkor, ugye nagyon jó kilátásaink vannak. Na most, az államok kötelezve lesznek, hogy ösztönözik a gyógyszeripart, persze, mivel? Pénzzel. Hát azért mondom, beláthatatlan összeget fogja ezt kerülni. Pénzzel, hogy mindig gyártják meg, mert ők már tudják előre, hogy milyen vírus jön, és akkor már tudnak, ők már tudják gyártani, ők ezek mind proféták. Akkor az együttműködés a magánszektorral, tehát a különböző alapítványokkal, a gyógyszeriparokkal, ugye? És a vakcinák áldozatainak persze csak korlátolt ideig lesz kártalanítása, ha egyáltalán lesz.
És ami fontos, ami központban van, én nem tudom hány csíksóláról mind a két szerződésben, ez az infodémia gyakorlatilag a rémhír terjesztésnek a megakadályozása, tehát az állandó figyelés. A WHO-nak a hivatalos oldalán, amit senki nem fog megtalálni, szóval nekem az megvan, mert az ugye eléggé a háttérben van, abban mondják már, hogy az utolsó Covid pandémia alatt kb. 850 ezer dolgot töröltek maguk az internetbe, és viszont a Facebook is, meg a Google is rögtön a WHO mellé állt, ők szerint viszont több mint 5 milliót töröltek ők. Szóval már azért a törlést már nagyon-nagyon jól csináltak, és persze mondom, a WHO berendez az államokkal együtt egy ilyen igazságminisztériumot, és ők szabják meg, hogy mi az igazság. Na most akkor, ami nagyon fontos, hogy nincsen ez a gain of function forsunk rendesen, hogy mondjam, szabályozva. Mert ez a zéró változat, a pandémia szerződésből meg kell mondjam nektek, hogy idáig most 4 vázlat jött ki. Az első vázlat volt a zéró vázlat, és én mindenhol pirosra tettem, hogy mit mond ki, mert ez a gain of function forsunk, ez az, ami hát ezek a biofegyverlabor, ezek csak a laborok, ezek a kedves laborok, ahol ezekkel a vírusokkal manipulálják, hogy az emberekre jobban rámenjenek. Ez volt az első változat. Na most én nekem megvan a második változat, és a második változatba beírtam, hogy mi van. De hát a kutatás adminisztratív dolga, szóval nincs se az a lényege a dolognak, ezeken a cikkeken ők mindig kicsit, hogy mondjam, fűrészelnek, de nem nagyon, szóval nincs betiltva. Ez a lényeg, hogy nincs betiltva, és hogy ez a kutatásra szükségtelen adminisztratív akadályokat minimalizálják, ugye? Most itt van az októberi változat, hogy hogy gondoskodjanak arról, hogy ne véletlenül jöjjön ki a laboratóriumban, hát ezen rögtem a legjobban, mert akarattal kijöhet. Csak véletlenül. Szóval itt azért az embernek mindig egy jogilag kell gondolkodni, akarattal kijöhet, de véletlenül azért Isten őriz, hogy kijöjjön. Na most mielőtt jöttem erre a konferenciára, most, március 7-én kidobták a negyedik variációt, az első volt, meg hát ezt most nem tudtam már a prezentációba bemenni, mert már túl késő volt, és hogy mondjam, az a helyzet, hogy ott se változott, szóval ez a negyedik, ez a változat kb. Ami maradt a mostani ezében. Na most akkor még ezt hozzávettem, az októberi változatból. Maria? Tessék. 20 percnél több eltelt. Hát én sajnálom, én ezt mondtam, ez egy olyan komoly, én nem mondtam, hogy fél órához kell. Éppen, akár, hogy olyanok. 17, a felénél vagyok kb. Ez a legfontosabb. 10 percet van még. Hát jó, hát ez nagyon kedves. Akkor ezt a cikket adom. Azt hiszem, hogy ez, amit én most előadom, ez a legkomolyabb és a legemberiségbe vágóbb, ez a cucc. És ezt nem lehet 5 perc adni. Úgyhogy az embereket elengedem, úgyhogy tulajdonképpen az életük este 2,5 órát fogunk erről még beszélgetni. Jó. 2,5 órát, úgyhogy kérlek szépen a lényeges dolgokat mondd el. Jó, itt van egy látjátok, ez egy fontos statisztikát beledobtam, amiben, hogy mondjam, hogy megy a különböző gyógyszergyárak és a wuhani, hogy is hívják, hát szóval mert tudják előre, hogy milyen vírus, mi jön ki, és benne van a Fauci, meg mindenki, szóval emberek dorszal, mindenki össze van kötve. Várjatok, aki még le akarja fényképezni, gyorsan, mert sietni kell. Na, fényképezzétek le, és akkor menjünk tovább. Jó, megvan? Igen, akkor... Na most akkor a lényeg a nemzetközi egészségügyi szabályzatoknak, hogy ami nem kötelező volt, az volt a ír, vagy amit a WHO direktor köhög, az nem volt kötelező. Mostantól kezdve kihúzták a nem kötelezőt,
Kötelezőleg élet, kötelező élet, tehát amit most köhög, és kap mindenféle segítséget, hogy az állami szervek, de hát azt mondom, a rendőrség, katonaság, minden be lesz dobva, és ő határozza meg, hogy milyen injekciót kapunk, és még potenciális, tehát gyanított helyzetbe is kihívhat egy pandémiát. Tehát azt jelenti, hogy a Honoluluban gyerek köhög, elmegy a dokihoz, a doki nem tudja, hogy mi a baja, és akkor rögtön 48 órán belül kell neki jelenteni a WHO-nak, a WHO direktor azt mondja, ho-ho, ebből lehet egy pandémia, az egész világot gyakorlatilag ezt a szerződést aláírják a, hogy mondjam, akkor a WHO direktor gyakorlatilag az egész ország rögtön, az egész világot karanténba teheti, bezárhat mindenkit, szóval teljes hatalmamban, és ő mondja meg, hogy milyen injekciók, stb. Úgyhogy hát odaítam, hogy potenciális, ezt már mind elmondtam, hogy mit csinál a határzár, úgyhogy ezt már elintéztük. Akkor mindenki csak ilyen izével utazhat, egy digitális, főleg digitális papírral. Ez már az utolsó ilyen kereskedelmi találkozón 2022. novemberében az államok el is döntötték, hogy be akarják vezetni ezt a digitális hülyeséget, és akkor rajta lesz, hogy vizsgálat, vakcina, profilax, lábadozásra minden benne kell, hogy legyen, és nézzétek, hogy mennyi cikk foglalkozik ezzel az IHR-ra, egy csomó. Na most akkor a cikk, a világjárvány megelőzések, az erősítése, ja, ez nagyon fontos, ez a One Health Ansatz. Ez a One Health, ez az egységes egészségügy, bedobták az embereket, állatokat, környezetet is egy lábasba. Tehát azt jelenti, hogy a WHO direktor még egy klímasztori miatt is bezárhat minket karanténba, mert egybe tartozik az egész. Egybe tartozik. És hát az infodémia mindenhol van. Minden. A pandémia szerződés tele van ezzel a, hogy a régi terjesztést ők szabják meg, hogy mit törölnek, mit nem törölnek, tehát cenzúra. Magyarul abszolút cenzúra. Na most akkor a WHO, a WF és UN és EU terveiket, ne együnk hús, ne együnk tejet, de termesszük saját magunkra élelmiszer, együnk genetikailag módosított gabonafélét, együnk csak laboratóriumust, abba a Bill Gates már rengeteg pénzt beletett, és együnk férgeket, bogarakat, szöcskéket, mint tészta és pékáru. Ez már engedélyezve van az EU-tól, ez a négy dolog, két féreg, egy bogár és szöcske, szöcske van, a szöcske és hogy mondjam, de és tücsök, a haszkréle, az is van. Úgyhogy már vannak zsemlébe, például zsemlébe ebből liszt van benne. És éljünk 15 perces városokban. Azt jelenti, hogy a városok ilyen rómákra lesznek lezárva, úgyhogy ez vár ránk. Akkor az egységes egészségügy megközelítés, az ember-állat-környezet kapcsolódási pontok, éghajlatváltozás, földhasználatváltozása, és a vadonőrállatok kereskedelme integrálódnak ebben az egységes egészségi fogalomba, de hát mindenért bezárhat minket. Itt van ez a One Health koncept. És a mezőgazdaság, erdőgazdaság és élelmiszer ellátás, és erre figyelmeztettetek, és az állattenyésztés ellenőrzését átveszi a négyes csoport, a quadripartita, és azt a legtöbben nem tudják. A quadripartita, aki irányítja az élelmiszertermelést, ezt mondtam, rendelkezik a hatalom abszolút eszközeivel. A gazdák tervezett kisajátítás és a paraszti mezőgazdaság elpusztítása a nagyvállalatok javára. Ez a quadripartita, ez már alapítva van. Ez a WHO, FAO, HOA, UNEP-ből áll, és hogyha az államok aláírják ezt a szerződést, elismerik ennek a quadripartitának az alakítását, hogy ez átveszi. A négyes csoport hatáskörön döntéseket hozhat ezekben a dolgokban, ami ott van, tehát élelmiszer, elosztás, ellátás, az urbanizáció, a nemzetközi utazás, kereskedelme, tulajdonképpen mindent, ami minket érint. És persze a mánia, hogyha állatoktól átmenő betegségek, akkor új vakcinákat terveznek, 2030-ig kb. 500 vakcinát akarnak az mRNA bázisra kihozni, és persze az állatoknak is. Az elsők lesznek a baromfik, akiket injekciózni akarnak, mert hát azok a legveszélyesebbek, de minden egyéb haszon állatra,
és több ezer állat levágása van tervezve, Írországban például 200 ezer tehérnek a levágása, a szén-dioxid kibocsátása, a CO2-ja. Csak úgy mondom nektek. A mezőgazdaság és az utolsó WWF szimpóziumon kijelentették, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az energiatermelés környezetvédelmi gyilkosság. Én a kell tekinteni, és ezeket az iparágaknak a munkáját jogilag súlyos bűncselekményként kell elismertetni hasonlóan a népirtáshoz. Kedves, ugye? Az EU aktívan segíti ezeket, és hoz is be egy csomó kaját hozzám, mindenhol, ahol tulajdonképpen hát a szabályok nem olyan szigorúak ezekben az államokban, mint az EU-ban, és ezekkel leszünk már dömpinggel ellátva. Na most akkor további hatásos intézkedés a parasztok ellen, alacsony támogatás, késedelmes fizetés, nincs pénz, nincs bankhitel, stb. És arra kényszerítik a parasztokat, hogy adják el a földjüket, ugye? És az EU-nak az a terve, hogy 3-4 éven belül nagy kereskedelmi hálózatok kezébe adja az Európa egész földjeit. Lásd, BlackRock Ukrajnának a fele már BlackRock kezébe van. Na most akkor a WHO támogatási törekvéseit, támogatói törekvéseit, persze az egész egészségügy fölött fel fogja venni, az egész gyógyszeripar felett felveszi az ellenőrzést, szóval tulajdonképpen minden az ő kezébe kerül, és mindent az adófizetők pénzéből, a mi milliárdjainkból. A Tedros kijelentette 2023-ban, hogy az nem stimmel, hogy az országok elveszítik a szuverenitásukat, de hát ez ugyanaz, ezt mondta Walter Ulbricht is annak idején, hogy nem lesz senki se épít falat ott a Berlinbe. Hát most tudjuk, hogy miről van szó. Persze, hogy minden állam elveszíti a szuverenitását. Na most itt van a globális millójogi biztonsági menetrend, ugye a világjárvány tervezési eszközei. Hát hogy azt mondják, hogy nem veszik el a szuverenitást, persze, hogy elveszik. A szabályozás megerősítése azt jelenti, hogy a szabályokat gyengítik, a vakcinákat írtó gyorsan át fogják engedni. Felelős kezelés azt jelenti, hogy az oltóanyagokkal kapcsolatosan nincs felelősség. Akkor a WHO azt ígéri, hogy egyetemes egészségügyi ellátás lesz, hát ezt biztos, hogy nem tudják megvalósítani. És a WHO akarja az információt akadályatlanul, de ő pedig cenzúrára kényszerít minden országot, ahogy ő fütyül. És hát a világjárványok sokkal valószínűbbek, ezt tudják, hogy laboratóriumból fognak kijönni, ezért be is csinálnak is egy adatbankot, amiben minden állam rögtön ugye be kell, hogy diktálja, hogy mi van nála. De hát mondom, a laborok tovább fognak működni. Egységes egészségügy, hát ez egy trójai falu, amelynek a célja, hogy a világon minden a WHO alárendelje, emberi jogok abszolút törölve vannak, méltóság, szabadság törölve van az egészségügyi szabályzatokból, és a WHO szabályozza meg, hogy milyen gyógyszereket ehetünk, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezek a növénybázisú gyógyszerek, ezek ki lesznek írtva. Erre elkészülhetünk. Tehát versenyben vagyunk a globalistákkal, most nem cselekszünk, akkor a WHO dönteni fog helyettünk. A WHO felhatalmazásának a célja, most ez az Abdullah al-Sirin, ez a barátom, ez vezeti a, hogy mondjam, ez egy szaudi-arábiai ács, orvos, és ez vezeti ennek az egészségügyi szabályzatoknak a munkacsoportját. És ő már megmondta, egyértelműen kijelentettem tavaly májusban, hogy arra megy, hogy a szabadságjogok korlátozva legyenek. Ezt ő egy videón, meg is van a videón, ezt ő szépen kijelentette, hogy ez az egész sztorinak a célja. A kulcsnak és totalitarizmust kapunk, amelynek cenzúrhatóság, felügyelet, szóval minden infodémia, minden benne lesz. Szóval egy nagyon finom dolog. Na most akkor a másik pedig, hogy a WHO keményen dolgozik a gyerekeknek a korai szexualizálásán, már bébikortól kezdve ez keményen munkában van. Munkában van, hogy iskolába, óvodába és kisgyermekek szóval kapjanak, tálaljanak. Ezt a dr. Hadicsnak van egy nagyon jó német előadása, azt bedobtuk ebbe a jözébe. Szóval ez megy. Ez is, hogy hivatalosan megy. Akkor a legújabb fejlemények
A legújabb fejleményeket nagyon fontos, mert a WHO az IHR-ben, ebben a nemzetközi szabályzatban, egészségügyi szabályzatban benne van, hogy a WHO köteles 4 hónappal előtt minden államnak odaadja a kés tervezetet, szóval a kés, amiről nekik majd májusban le kell szavazni, és a határidő január 27-én lejárt. És január 27-én semmi állam, egyik állam, senki semmit nem kapott meg. Úgyhogy ezt én meg is csináltam, azt hiszem magyarul, igen, megvan, legalább 4 hónappal az egészségügyi közgyűlés előtt oda kell adni. Ez nem történt meg. Na most egy svájci jogásznő írt a WHO-nak egy nagyon borsos levelet, és ezt a levelet ő nyilvánosságra is tette, és hát ez a dolog tulajdonképpen, most azt nézem, hogy jól csináltam, de jól csináltam. Tehát ez a szerződés gyakorlatilag elfogadhatatlan ilyen formában, hogy hát az emberek nem tudnak róla semmit. Úgyhogy ezt most át is veszem. Szóval az a lényeg, ezt elmondom, hogy ő írt ezt a levelet, és ezt a levélnek a szövegét ő szabaddá tette. Hogy mindenki beküldheti a WHO direktornak. Úgyhogy én mostan az én polgári szervezetemmel most már beindítottuk a kampányt, hát pont ezen a hétvégén. Megcsináltam úgy, hogy az angol változatát mindenki beküldheti, mert angolul kell ennek a Tedrosnak beküldeni. Mindenki beküldheti a Tedrosnak, és ugyanakkor megcsináltam a német változatát úgy, hogy megkapja a német egészségügyi miniszter szintén ezt az angol szöveget, és hozzá feltesszük a kérdést, mert ezek el vannak határozva, hogy annélkül, hogy ezt a 4 hónapot betartották volna, mégis oda akarják csapni szavazásra. Szóval, tehát a népjogot hát semmibe se veszik. Úgyhogy erre figyelmeztetünk, erre most a Tedrosnak írni kell, és Genfbe, angolul, és ugyanakkor Németországban most írunk a német egészségügyi miniszternek, ő is megkapja ugyanezt az angol jogi szöveget, tehát ez 3 oldal, és írtam egy szép német bevezetőt hozzá, hogy azonnal kérjük a véleményét, hogy Németország hajlandó-e, hogy a Németország egy népjogsértést így hajlandó-e támogatni, mert tulajdonképpen a német alapjog ezt nem engedi meg. Ugyanezt a dolgot megcsináltam már, az Ausztria is csinálja, az osztrák egészségügyi miniszter is meg fogja kapni, és jövő héten én megcsinálom, mert csak az egész angolul megy gyakorlatilag. Ezt a rövid részt, ezt úgy döntöttem, egy pár emberrel beszéltem, mert ezt az Orbánnak kellene küldeni, hogy őtől megkérdezni, hogy erre tessék, hogy mondjam, véleményt, nyilvánosan véleményt, illetve hogy Magyarország támogatja-e a WHO-nak a népjogi megsértését. Igen? Úgyhogy ezt az Orbánnak kell írni, mert egészségügyi... Nyílt levélben. Nyílt levélben még hozzá. Igen. A nyilvánossághoz is eljusson. De ezt szerintem meg kell küldeni neki, nem tudom hányba. És abban a levélben mondom, megkapja, hogy ezt a levelet küldtem én a Tedrosnak, és kérem a véleményét elől, hogy a Magyarországnak tulajdonképpen az alaptörvényre nem engedi meg, hogy valamilyen is népjogsértes. Hogy aki akarja, én kiteszek én is egy cédulát, mert ezt én megcsinálom egy-két lakolva, és akkor oda küldöm az e-mail cikkbe, és küldhetitek Genfbe. Ez 3 oldal, ki kell nyomtatni, aláírni. De és most akkor... hogy ezeket az ötleteket, tehát amit most mond a Marian, meg majd amit a Krisztián el fog mondani este, azokat az esti csoporton osztátok fel, hogy akkor ki hova mit szervez beküldeni, mert ezeken múlik minden most. Hogyha ezeket megcsináljuk rendesen, akkor elképzelhető, hogy ebben győzni tudunk. Igen, szóval a Orbán most tömegesen, mert ez olyan magas fokú népjogsértés, hogy erre most köhögni kell. Jó. Tehát köszönöm szépen erre a kellemes témára. Még köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, Marian, és ne haragudj, hogy ilyen időszorításban voltunk, de ezt csak így lehet, befejezzük ma. Tomas Oszki Laci jön, kérlek szépen, hogy gyere, és szeretném, hogyha nem
5 óra, akkor már akkor csak 11 percet lenne, de mondjuk 5 óra után 5 percet. Tehát kell az egy óra, hogy tudjunk még beszélgetni, ezek nagyon fontos dolgok. De, az itt. Mindig csinálok, hogy csak egyszer jobbtalanul lépjenek, akkor én rögtön adok a hőtlenül. Ez muszáj csinál, nem szabad aludni. Nem alszunk, csak vezess. Magyarul én nem tudtam meg sem, mert most kaptam egy párlapja. Ugye most kell menni, mert az adom, hogy elhívtottam, csak azt mondom, hogy most semmi gond, megcsináljuk. A következő előadásra lefordítható. Igen. De nem szokott mondom, hogy ezt most kaptam meg, és hát angolul van a szöveg, próbálom, hogy magyar, hogy mindenki tudja, tehát egy nem is és a szöveget támad nézve, hogy a cikk 55-ös cikkben benne van, hogy 4 hónap alatt oda kell adni, és nem csinálják. A lábbal, és ők kijelentették, hogy igen is tulajdonképpen, hogy meg akarják. Szóval hűvájusban le akarják szavazni, annyi, hogy az államok előre látták, hogy mit szavaznak. Gyakorlatilag titkon tartják az egészet. Tudják, de akkor is előre kötni kell. És hogy mondjam, a magyar kormány, itt azért Magyarországon minden szépen meg. És hogyha most végre megtanuljuk ezt a módszert, hogy több százat az Orbánnak írnak, akkor annak azért lesz hatása. Ez a Németország, és hogyha észrevettem, a bünteti jogot is beindítok, a büntető jog nem oké. Válaszoljon, és nagyon valami kitalálnak, ami nagyon szépen megzsírjuk, elkegyek reagálni. Muszáj, hogy tömeszenek, és muszáj tömeszenek. Nem azért nagy áldozatot. Óriási, nagyon óriási. Maria, fantasztikus volt. Na, én 30 éve vagyok, és én tanultam kampányt, hogy kell kampányt csinálni. Na, az kell nekünk. És azt tudom, hogy kell csinálni, hogy kell kampányt csinálni. És ez Magyarországon még nem létezik, és én dobom gyerekszik. Igen, azért. Gyere egy kicsit haza. Kapcsán fektetett be a Bill Gates, hanem nagyon nagy összegek megjelentés, hogy a vakcinát. Hát persze, hát azon keresem. Hát azért, mert hogy keresem, mert valamiből kell élni ennek az alapján. Mikrofon. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az én nevem nem szerepelt itt a programban. Ez elsőbb az én hibám. Magamra vállalom, én vagyok a hibás. Legalább annyira az én hibám is, mert hogy telefonon egyeztettünk, aztán nyilván a Józsinak is rengeteg dolga volt a szervezéssel. Nekem is sok váratlan dolog közbejött, úgyhogy ezért én is elnézést kérek. No, hát amiről én szeretnék beszélni, mert hogy amikor a Józsival beszéltem, és kérdeztem, hogy mégis miről beszéljek, akkor ő azt mondta, hogy statisztikáról, illetőleg a pszichológiai hátteréről, tekintettel arra, hogy én magam pszichológus vagyok. Hát ez eléggé megrémített, különös tekintettel arra, hogy mind a kettő legalább, hát nem tudom, hogy fog tudni gazdálkodni az idő, úgyhogy kérlek is, hogy szóljál majd, tudom én, 5 perccel előtte, hogy... Na, hát a statisztika. Hát nyilvánvaló módon itt az elmúlt időszakban, a Covid időszak alatt állandóan statisztikai fogalmakat hallottunk. Legtöbbjéről a legtöbbünk nem is hallott korábban, viszont kénytelenek voltunk ezzel szembesülni, és hát tulajdonképpen a mainstream média is a statisztikán keresztül igyekezett bennünket meggyőzni és legyőzni, és hát kénytelenek voltunk mi is belefogni és figyelni az információkat, ugye, mert hogy az egész Covid helyzet egy olyan szituáció volt, amire vonatkozóan nem rendelkeztünk korábbi tapasztalattal. Olyannyira nem, hogy a megelőző, úgymond pandémia, ugye ez a spanyol átha, az 100 évvel ezelőtt volt, tehát egyéni tapasztalatunk, sőt, akár két generációs tapasztalatunk sem nagyon lehetett róla. És hát ugye manapság a tudomány és a statisztika az egymással össze van nőve.
olyan módon, hogy gyakorlatilag nincs is olyan tudomány, ami ne használná a statisztikát, és hát ne a elméletei, hipotézisei megerősítésére, igazolására, verifikálására használná föl. Hát ugye a pszichológia az mindig is nagyon élen járt a statisztika oktatásban és a statisztikai módszereknek a használatában, több oknál fogva is. Hát egyrészt a kísérletezés miatt, ahol nagyon fontos ugye az, hogy statisztikailag szignifikáns-e egy adott kísérleti változónak úgymond a hatása, avagy sem. Hát különféle metódusok vannak, hogy miről van szó. Illetőleg hát a másik ilyen nagyon fontos terület pszichológián belül, az pedig a tesztológia lenne, mert hogy sajnos az emberek fejébe, és erre iskola példa a COVID tesztelés, vagy inkább a PCR tesztelés, tehát hogy az emberek fejébe az van benne, hogy egy teszt az 100%-os validitással és érvényességgel bír, holott erről szó nincs. Szó nincs. Itt mindig statisztikai alapon történik meg az értékelése egy adott tesztnek sem, és hát éppen ezért bőven benne van a hiba lehetőség. Az, hogy ezt a hiba lehetőséget hol húzzuk meg, az pedig egy önkényes döntés. Az mindig egy önkényes döntés, annál is inkább, mert hogy egy jelenségtől függ. Ezt általában egyébként 5%-os szignifikancia szintet szoktak használni, illetőleg majd a későbbiekben talán lesz szó róla, a 95%-os konfidencia intervallumot. Teológia és filozófia viszonyával analóg a tudomány és a statisztika. Hát sok szempontból még abból is hasonló, hogy gyakorlatilag a tudomány ugye a felvilágosodás kora óta, vagy a francia forradalom óta, ha már nevesíteni kell, gyakorlatilag átvette a teológiának, vagyis a vallásnak a szerepét, és hát ugye a teológusok mindvégig azt hangsúlyozták, még a középkor végén is, hogy a teológia létezik, mint egyetlen tudomány, és a filozófia az ő szolgáló lánya. Tehát körülbelül valami ilyesmi viszont kell feltételezni, vagy elképzelni a tudomány és a statisztika között. Arról pedig ugye nem is szólva, hogy ha már teológia és ugye a szekularizáció lezajlott, és hogy a tudomány lett át, ugye a tudomány lett az új vallás. Annak minden rákfenéjével és minden hibájával egyetemben, ugye ezt a Tamasi doktor is említette, hogy gyakorlatilag a tudomány, ami valamikor nagyon tisztán és szépen, és nagyon optimistán indult, és hogy majd ez meg fogja váltani az emberiségnek minden problémáját, és meg fogja oldani. Hát ugye azt kell, hogy lássuk, hogy a tudomány az gyakorlatilag ugyanúgy kiprostituálódott, bocsánat a szóért, mint minden egyéb. Tehát egy iparággá vált, amik mögött érdekek és érdekszférák húzódnak meg. Hát nevesen most jelen esetben ugye a gyógyszeriben a Big Pharma. Oké, hát ugye Nagy Bandó Andrástól származik ez a mondat, hogy egykor az iskolában nem érdekelt a matematika, a statisztika, egyután meg pláne. Hát ezzel sokáig én is így voltam, de hogy néhány politikust és neves személyt említsek, ugye Winston Churchill, akitől származik ez a mondás, hogy csak annak a statisztikának hiszek, amit én magam hamisítottam. Hát ugye ez nagyon sok minden elmond a statisztikáról, ugyanis a statisztikai adatok attól függően, hogy milyen narratívára fűzzük fel, be lehet vele éppenséggel akár az ellenkezőit is bizonyítani. Ezt most idézőjelben mondom, mert ez nem igaz. Tehát az, hogy megpróbálják és eladják nekünk, az még nem azt jelenti, hogy akkor az úgy is van. Erről ezt majd látni fogjuk róla a példákat. Hát gondolom felismerik a fiatalembert. Igen, hát ugye ez még egy fiatalkori képe, 23 évesen, de neki tulajdonítják ezt a híres-hírhet mondást, hogy egy ember halál a tragédia, egymilliói, azon szerintem csak a statisztika. Következőképpen egy gyermeket és egy fiatal embert fognak látni, nem tudom, felismerik-e. Rosszul mondtam, majd azután következő. Na hát a statisztikáról még egy érdekes észrevétel, hogy ez a statisztika olyan, mint a nőhérnő, sok dolgot megmutat, de a lényeget eltakarja.
És hát néhány évvel ezelőtt egy sajtótájékoztatón ezt továbbfűztem, ezt a gondolatot, ami ismeretlen szerzőtől származik, ami úgy hangzik, hogy a világon nem a legjobb dolog a női bugyi, de közel van hozzá. Amikor ezt elkötöttem, ezt csak úgy kitérőképpen mondom, akkor néhány nap múlva megjelent internetes portálon a sajtótájékoztatóra egy cikk, ahol lehím sovinista, hát majdnem disznónak neveztek. Nem tudom, hogyha ez úgy hangzott volna, hogy a világon a legjobb dolog a férfi gatya, akkor vajon mi hangzott volna. Na mindegy, ez csak egy kis kitérő volt. És hát igazából, tehát hogy már a Covid járvány kezdetén, ugye roppant érdekes volt, hogy olyan dolgok hangzottak el, amelyeket nem nagyon láttunk igazolva, nem csak én, hanem hát ez a bizonyos kör. És hát ráadásul egy csomó olyan dolog elhangzott, és olyan főleg statisztikai fogalmaknak a elmosása, nem kellően való definiálása, illetőleg aztán majd a vakcinák hatékonysága, mellékhatásai és egyebek, a túlhalálozások, ugye itt előttem való előadó a WHO-ról beszélt, aminek kapcsán ugye emlegette az infodémát. Tehát, hogy az információknak a kontrollja, a cenzúrája az hogy néz ki és miképpen működik. Na most ez teljesen igaz, olyannyira igaz, hogy ugye most január 10-e környékén volt a WEF-nek egy tanácskozása, mégpedig a DCX-ről, vagyis a X-betegségről, ami is a fő téma egyébként, vagy a fő problematika, amit ezzel kapcsolatban körbejártak, az pontosan az információ védelme, illetve a dezinformáció, által dezinformációnak nevezett dolog. Hogy ez jutott ez most eszembe, nem tudom ki az, aki megpróbált mostanában fölmenni a Wires-nek az oldalára. Mondjuk 3 hónapon belül. Van itt a jelenlévők közt olyan? Na, hát akkor te szerencsés vagy. Én nem nagyon szoktam fölmászkálni, bár mondom, egy ilyen 2-3 hónappal ezelőtt megkíséreltem, és egész egyszer nem enged föl. Tehát ott kezdődik, hogy legalább 5-ször kell rákattintani arra, hogy elfogadom a felhasználói feltételeket, ami egy agyrém, ugyanis a felhasználói feltételek, ami jó hosszú szöveg, de a lényege az az, hogy semmilyen olyan adatot, ami a Wires-ben szerepel, nem szabad felhasználni annak igazolására, hogy ez a vakcina mellékhatása lenne. Hát egy agyrém, hát a Wires ezt jelenti. Vaccine Adverse Reporting System. Vagyis vakcina mellékhatás jelentő rendszer. És az ebből a rendszerből származó adatokat nem lehet felhasználni arra, amire létrehozták a rendszert. Tehát valami egészen elképesztő. Na, hát itt van, akiről beszéltem. Rá ismernek, hogy ki ő? Ugye milyen aranyos? Igen. Hát ugye a nemes farkasból kitalálható, mert ugye az Adolf, az ezt jelenti. Adolf Hitlerről van szó. Akinek a nevéhez fűzik azt a mondást, hogy hazudni akkor át kell, hogy az hihető legyen. És most itt tartunk. Ne felejtsék el, ez a vezérgondolat. Ezért tettem örül Hitlert, nem azért meg nagyon kedvelni. Bár hát a nemes farkas az inkább veszett farkas lenne az események tükrében. Jó, hát ugye nézzük akkor ezeket, csak tényleg megemlítés szintjén. Tehát ugye bebizonyosult a PCR-tesztekről, hogy ezek alkalmatlanok, 80-90%-ban, még alsó hangon is akár kifejezetten hamis eredményt ad, tehát a validitása, ugye az érvényessége, tehát hogy méri azt, aminek a mérésére megreállták, az gyakorlatilag bármikor és nagyon könnyedén manipulálható, mégpedig a threshold, tehát a küszöbciklusnak a manipulálásával, tehát hogyha ez egy bizonyos határ fölé megy, akkor beáll az a helyzet, amiről Kerry Mullis beszélt a halála előtt, ugye a technológiának a Nobel-díjas kidolgozója, felfedezője, hogy bármit, bármikor, bárkiben ki lehet mutatni. És hogy nem diagnosztikai célra készült az egész PCR eljárás, és arra alkalmatlan.
Aztán ilyen fogalmak, ugye, mint a fertőzöttség. Mert ugye magát a PCR teszt pozitivitást is első körben a betegséggel azonosították, második körben a fertőzöttséggel, a harmadik körben pedig, ugye, és ez a legszebb, ugye a látens, vagy a tünetmentes hordozó. És hát maga a WHO is kifejtette, amit aztán persze revigyált és visszavont, de az első megközelítése még ez volt, hogy a tünetmentes fertőző, úgymond, hát az nem fertőző, mert hogy tünetmentesen csak a legritkább esetekben ezt a megfogalmazást használja, ami magyarul azt jelenti, hogy soha. Ugye? És hát arról nem is beszélve, hogy ha már validitásról beszélek, hát hogyan lehet tudni, hogy egy teszt érvényes-e vagy nincs sem. Hát onnan, hogy hozzárendelünk egy külső kritériumot, és nem nézzük, hogy milyen a korreláció. A kettő közt, az egyik pozitív, akkor a másiknak is annak kell lenni, még akkor is, hogyha esetleg van valamilyen időbeli latencia. És ugye egészségügyben, tehát a gyógyászatban alapszabály az, hogy a klinikum dönt. Tehát teljesen mindegy, mit mutatnak a tesztek. Teljesen mindegy. Ha a személynek a panaszai, a tünetei és az állapota ezzel nem áll összhangban, akkor ennek kell hinni, és a tesztet pedig ki kell dobni. Ilyen egyszerű. Hát a vakcinákról, ja, hát ugye aztán ugye a statisztika. Hát ugye mivel szembesültünk nap mint nap? Ugye nem is egy alkalommal, hanem bármilyen hírforráshoz, főleg a tömegmédiához nyúltunk, hogy hány embernek lett pozitív a tesztje, hányan kerültek kórházba, hányan vannak lélegeztetőgépen, hányan vannak intenzív osztályon, és hányan haltak meg. Ugye, és ez mindig is, ugye, ez is hozzátartozik a meggyőzőhöz, a meggyőzőhöz, úristen. Mondtam, hogy ez hosszú lesz. Jó, akkor egy picit átugorgatom. Tehát a dolognak a lényeg az, hogy igazából három olyan nagy, robosztus kutatás történt az elmúlt 9 hónapon belül, hát van, ami 6 hónapja, van, aminek 3, amely elég egyértelműen igazolja és bizonyítja azt, hogy valóban azzal kell, hogy szembesüljünk, amit Adolf Hitler mondott. Hazudni akkorát kell, hogy hihető legyen. Az egyik ilyen kutatás, ez egy kanadai szerzőcsoporttól induló tanulmány volt, Denis Reinkult nevéhez fűződik. A déli félteke 17 országában nézték meg a vakcina mellékhatásokat, és több változót is figyelembe vettek, úgy, mint az, hogy milyen vakcinát alkalmaztak, tehát hány dózis került alkalmazásra, illetőleg mi volt a mellékhatás spektruma, majd pedig ezeket az adatokat, mind az idői tényezők, mind pedig ezen független változóknak a figyelembe vételével extrapolálták. Ami azt mondja, hogy kiterjesztették a föld népességére. És ebből azt a következtetést vonják le, hogy a vakcinák legalább 17 millió ember túlhalálozásáért felelősek. Na most ez azért egy megdöbbentő szám, mert hogy nem tudom, tudják-e, hogy hányan haltak meg ez idáig Covid-betegségben. Már a 7 milliót átlépte a hivatalos statisztikák szerint, de hogyha ezt is veszük alapul, ez legalább ugye egy 2,5-szerese magának a Covid-nak, ráadásul úgy, hogy a Covid az már 4 éves elmúlt. Ugye? Tehát most már középső csoportba lépett. Maga az, hogy Covid halálozás, az sem volt definiáról is. Erősen túlhettek. Már mindig. Magában a betegségbe való halálozás, hogy a statisztika szerint én kiszámoltam az RKI-nak a statisztikájából 0,8%. Ugyanez volt Magyarországon, és végig figyeltél. Igen. Nem akartam elnézni, és leültem extra meg. Igen. No, ha már ez itt elhangzott, ugye miután már túl voltunk itt az első pánikkeltésen, meg a riogatáson, meg a megfélemlítésen, azért csak elhangzott a Müller Cecília szájából is, hogy mindenkit Covid halottnak nyilvánítottak, akinek valaha a PCR tesztje pozitív volt. Ugye? És hát ráadásul azt is ő maga mondja el, premier plánba, hogy mindössze 3% az, akiknek nem volt krónikus háttérbetegsége. Amiről egyébként már a nemzetközi irodalom már hónapokkal, egy évvel már cikkezett, hogy a Covid halottaknak átlagosan 2,6 krónikus háttérbetegsége van.
Ugye? Tehát, hogy a tiszta halál, és a CDC ezt 6%-ban húzta meg ezt a határt, és hát miután ezek elkezdtek óhatatlanul terjedni a közmédiában is, az olasz adatokat is mindjárt visszakorrigálták 3%-ra, pedig ugye Olaszországba riogattak bennünket, Bergamo ugye ezzel indult, amikor a koporsokat láttuk, meg a, nem tudják hova tenni a halottakat. A másik ilyen tanulmány az Stephen Kirschnek a tanulmánya. Ő egy eléggé neves informatikus eredendően, tehát a MIT-n, a Massachusetts Institute of Technology-ban is dolgozik többek között. Hát azt mondanám, hogy mondjuk Bill Gates-től jóval komolyabb karrierű és kaliberű informatikusról van szó. Egyébként a Dalóczi Zoltán is említette a nevét, nem tudom, megfigyelték-e. Hát többek közt ugye az optikai ígér feltalálója egyébként, és hát elég sok pénzt beleölt abba, hogy egy komoly kvázi tudós csapatot szervezzen maga körül, és adatelemzéseket végezzenek el. Olyannyira, hogy az MIT professzorait is kihívta nyilvánosítára, és felajánlott nekik kezdetben 10, aztán 100 ezer, aztán már 1 millió dollárt, hogy annyit ajánl föl, hogyha megcáfolják, tudományosan, nem úgy, hogy ez nincs igazad, hanem tudományosan megcáfolják az ő állításait és az ő adatelemzéseit. No, tehát ő is ilyen 17-20 milliós halott mennyiségről beszél, és hát ugye a harmadik az pedig Peter Halligan, aki a Lazarus jelentés alapján hajtotta végre ugyan ezen változók mentén ennek a kiszámítását, amely arról szól, hogy a Lazarus jelentés az nem másról szólt, mint hogy a Weyers-be az összes eset, tehát az összes vakcina mellékhatás esetnek az 1%-a kerül be. Ő nagy vonalú volt, ő 40%-ot föltornázta ezt a számot, és még így is 20 millió haláleset és 2,2 milliárd rövid vagy hosszabb távú egészségkárosodást írt le. Egyébként csak megjegyzem, hogy a Weyers adatbázisában 1250 mellékhatás van. 1250, jó, ezek közt olyan is van, hogy bőrpír, bizonfájdalom, de minden esetre a nagyságrendje az körül ekkora. Természetesen vannak közötte szindrómák is, tehát szimptoma együttállások, szimptoma együttesek. No, és hát ugye ez nagyon lényeges dolog lenne, ugye a BBC News-nak ez a júniusi nyilatkozata, ami nagyon érdekes, mert hogy el lehet felfűzni aztán az egészet. Arról beszélnek, hogy a bekövetkezett halálozási adatok azt mutatják, hogy a be nem oltottak nagyobb valószínűséggel halnak meg, mint a beoltottak. És ugye úgy hozzáteszi, hogyha az oltások több halálesethez vezetnének, akkor ugyanek fordítva kellene, hogy legyen. Teljesen egyet lehet vele érteni. Teljesen igaz. Csak maga az első premissza nem. Mégpedig itt látható, ugye az angliai és velszi adatok a 2002-es év 16. és 49. hetéről, és hát ugye zölden lehet látni a elmúlt 5 év átlagát, ugye a túlhalálozást általában ehhez szokták mérni. Ugye tehát a pandémia előtti 5 év halálozási átlagához képest. Hol tart a jelzett időszak, vagyis ez a 16. és 49. hét? Hát láthatjuk, hogy a piros forral lenne az. Ugye láthatjuk azt, hogy bőven messze felette van, tulajdonképpen két helyen megy a zöld alá, de ott is mindössze egyetlen hét elejéig. Vagyis arról van szó, hogy az 5 év átlagához képest többet halálozás van. És ha megnézzük ezt a diát, akkor itt ugye Anglia és Walesnek az adatait láthatjuk, mégpedig a elmúlt 5 év átlaga az aktuális év, vagyis 2002. 16. és 49. hete közti időszak, illetőleg a túlhalálozást. Hát láthatjuk, hogy túlhalálozás egyértelműen ott van, mégpedig 47.379 a száma. És hát ugye itt a világra vonatkozóan láthatjuk ezt az árát, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, Európa és az Egyesült Államok vonatkozásában. Arra figyeljenek, hogy az ordináltan, vagyis az Y-tengelyen nem lineáris, hanem logaritmikus mértékben vannak feltüntetve. Tehát ezért kiegyenlített.
majd milyen látni fogjuk, hogy ez mit jelent. Na, hát itt láthatjuk, ugye, amiről beszéltem, hogyha lineáris skálán ábrázoljuk, akkor hogy néznek ki ezek az arányok. Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, Európa és az Egyesült Államok vonatkozásában. És hát láthatjuk, hogy az Egyesült Államok, ahol egyébként a legtöbb halálos áldozata volt a Covid-nak mind a mai napig. 1,37.341 túlhalálozásról beszélnek, ami azért nem kevés. És hát itt az ausztráliai adatokat látjuk. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük ezt a piros oszlopot, tehát a jobb oldali oszlopot, láthatjuk, hogy ez a legmagasabb. Ugye a forrás az pedig nem más, mint az Ausztrál Statisztikai Hivatal, és vegyük észre azt is, hogy milyen rövid időszak vonatkozik erre az évre, a 2022-re, tehát gyakorlatilag ez alig haladja meg az első fél évnek a számát. Tehát ha leábrázolnánk az egészet, akkor lehet, hogy ott a mennyezeten lenne. Hát itt ugyanazt látjuk tulajdonképpen, igyekszem pörgetni, a különböző évek vonatkozásában, megint logaritmikus skálán, ugye az összes halálozás, illetőleg a túlhalálozásnak a mértékét. Itt szintén egy összesítettet láthatunk az Egyesült Államok, Európa, Kanada, Új-Zéland, Ausztrália vonatkozásában, a megadott évekre vonatkozóan. Itt is észre kell venni, hogy a 2022-es időszakban csak egy korlátozott, tehát egy beszűkített, nem a teljes évre vonatkozó adatot adják meg. Vajon miért? Magukra bízom. Na, itt, amit pedig látunk, ugye ez pedig a vakcináltak egy dózisú, két dózisú, illetve három dózist kapó embereknek a személyévi halálozási rátáját, három különböző életkor, 18, 30, 40, 40 és 50, 59 között, ez most időhiány miatt nem mennék bele, bár ez is nagyon érdekes. Gyerekek, illetve fiatal felnőttek vonatkozásában a túlhalálozás. Hasonlóképpen ugye láthatjuk azt, hogy egyébként érdekes módon ez a jellemző görbe, a három év vonatkozásában szinte minden ország tekintetében, mégpedig az, hogy 2020-as adatokhoz képest 2021-ben egy kiugrás történik, ami visszamegy 2022-ben. Hát most jutottunk el igazából odáig, vagy ahhoz a részhez, amiről alapvetően beszélni szerettem volna. Ez egy egy évre vonatkozó, elég robosztus kutatás, angliai adatokon nyugszik. Tehát egy teljes évet felölel, igaz, hogy nem január 1-től december 31-ig, de attól még egy teljes év, ugye 2022. június 1-től 2023. május 31-ig, és hát tulajdonképpen az adatok a forrás az nem más, mint az angol statisztikai hivatal, és hát ugye láthatjuk azt, hogy a Covid, és ez most kifejezetten a Covid-ra vonatkozik, a korábbi ábrák között volt olyan, ami a minden okból bekövetkezett halálokra vonatkozott, ez kifejezetten a Covid-ra vonatkozik. És mit láthatunk ez alatt az egyéves időtartam alatt? Ugye az első oszlop ábrázolja az oltatlanoknak a halálozási arányát. A valaha vakcináltak, tehát akár egy vakcinát kapottak, ugye azok lenne a második oszlop, a harmadik oszlop a három dózis, negyedik oszlop pedig a sárga oszlop, az pedig a négy dózist kapott, és az utolsó az pedig az összesített lenne. És hát, ha ezt megnézzük még jobban kibontva, ami azt jelenti, hogy havi bontásokban, akkor vegyük észre, hogy a zöld mindenhol a legalacsonyabb. Emlékeznek a zöld, az az unvaccinated, vagyis aki nem kapott oltatlan, így van, tehát aki nem kapott oltást. És hát a következő oszlop ugye az a 3-4, illetőleg az összesített, tehát a 3-4 dózist kapott, tehát ugye a valaha vakcináltak, hát nyilvánvaló módon az a legkiugró mindenhol, de vegyük azt is észre, hogy a sárga oszlop a második legmagasabb értelem szerint, ami a harmadik és a negyedik dózisra vonatkozik. Azt hiszem, hogy kérdezni, hogy muszáj. Most jön az érdekes. Na, hát minden esetre azt láthatjuk ebből az egészből, azért ezt még nem mutatom. Ugye itt a piros régió mutatná azt,
ami valaha vakcinát kapott, legyen 1, 2, 3, 4, illetőleg a nem vakcináltaknak az arányát. Láthatjuk azt, hogy a teljes halálozás, ugye Covid halálozásról van szó, mindössze 5%-át teszik ki azok, akik oltatlanok. Ez azért megdöbbentő, mert a jelenlegi adatok alapján Angliában a népességnek a 81%-a legalább egy vakcinát kapott. Na most, hogyha a vakcinának semmilyen hatása nem lenne, akkor ugye, tehát se jóság, az annyit érne, mint mondjuk egy pohár szódavíz. Akkor azt kellene látnunk, hogy ugyanilyen módon reprezentálódik a halottak, Covid halottak között is az arány. Ehhez képest nem azt látjuk, hanem azt látjuk, hogy az oltottak, akik a 76% az, aki teljesen oltott, tehát fully vaccinated, és ehhez képest a 81% pedig ugye, aki tehát 76% az, aki legalább egyet kapott, 81% az pedig, aki teljesen vakcinált. Tehát azt láthatjuk, hogy ehhez képest a 90%-ot teszik ki. Tehát nem arról van szó, hogy a vakcina nem hat, hanem hogy a vakcina generálja magát a Covidot. Ebben ez a megdöbbentő. És hogyha ezt a két tényezőt, tudom, már nincs idő, mert levezettem volna a számítást is, hogy ez hogyan lehet kiszámolni algoritmusok mentén, akkor az derül ki, hogy annak az esélye, hogy, vagyis, hogy mennyivel nagyobb valószínűséggel hal meg egy oltott személy, főleg egy teljesen oltott személy Covid-ban, mint egy oltatlan, akkor 4,52-t kapunk. Több mint 4,5-szer nagyobb a valószínűsége annak, hogy Covid-ban haljon meg egy oltott személy, főleg, hogyha az 3 vagy 4-szer, úgymond fully vaccinated, mint hogyha soha nem kapott volna oltást. Nagyon érdekes ez is egyébként. Jó, köszönöm szépen. Itt a lilacsik egyébként megdöbbentő módon a 1 és 2 oltást kapottaknak az arányát mutatja. Láthatjuk, hogy ez is 5%. Ami megdöbbentő, ugye? Ami felveti annak a lehetőségét, és más országok adataival összevetve, hogy a vakcina összetételét menet közben és országonként is változtatják. Köszönöm szépen! Mindenkorolni a fél órát adok. Mert most fél órát beszéltél. Igen. Itt szokott az le. Ezeket 10 percet. Neki fél órát beszélt. Ezeket 10 percet. Még egy feleségével. Jó. Szóval van 9 percetek, hogy pisiljetek. Félkor kezdünk itt kerekasztal, jó? Fél órát fogunk kerekasztalozni, és 6-kor elmegyünk vacsorázni.